tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, meg köszönöm szépen, hogy eljöttek. Külön köszönöm a szervezőknek, hogy nem 8-ára szervezték, mert úgy látom, hogy nem győztem volna virágot osztogatni, hogyha... Tehát nagy tisztelettel köszöntöm előre is a nőket, most még szerencsére nem kell, hogy virág legyen nálam, mert van még két nap. Meg köszöntöm a Zoltánokat, meg a Tamásokat. Tehát, hogy az volt a terv, hogy nem nagyon akartam már a választásokig ilyen teázást tartani, és korábban ugye fél évente legalább egyszer volt egy ilyen lehetőség, hogy mindenki mondja el, hogy mit szeretne, de már annyira ilyen nem vágyuk el az egész kampány, hogy az volt a tervem, hogy én nem akarok kampányolni annyira, hogy teázzak, tehát hogy én nem szeretnék már utána most a választásokig nagyon ilyen fogalmokat szervezgetni, mert nagyon-nagyon nem hiányzik ez a kampánynál. De most még talán kell, mert messze van ahhoz, hogy beszélgessünk azokkal a dolgok, amik aktuálisak, és idén ugye ez az első ilyen találkozás. Elkezdődött egy új év, egy halom új munkával, és megint azt gondoltam, hogy nyugodtan inkább kérdezzenek, hogy mi érdekli az embereket, mi a szóbeszéd tárgya, mert tehát amiről a piacon beszélnek, meg a Tesco-ból beszélnek, az a fontos, nem amivel feltétlenül én foglalkozok. Tehát, hogy nyugodtan kérdezzenek rá mindenféle dologra, én csak tippeket adok, hogy mikre lehet rákérdezni. Tehát, hogy mi az, amiről elsőként kezdünk, tehát mibe vágtunk idén? Ugye tavalyi évnek a második felében nem tudtuk elkezdeni a kártyozásokat, aminek az volt az oka, hogy az adócsoportomnál az volt az elképzelés, az volt a terv, hogy 390 millió várható közhatalmi bevétel a városnak. Az a specialitása a saját közhatalmi bevételeknek, hogy a legtöbb adózó év végén tölti fel az iparüzés adónak a mértékét, ezért az önkormányzat csak az év legvégén tudja eldönteni azt, hogy mennyi pénze is van. És hogyha hamar költ, akkor ez egy likviditási kockázat. És hála Jóistennek olyan hosszú becsültek a adócsoportnál, hogy több mint 120 millióval többet a évvégén a kasszába. Ez nem a mi eredményünk, ez a túlkevés gazdaság eredménye, tehát a túlkevés cégek ennyivel több iparüzés adót fizettek be, és ennek köszönhető az, hogy ennek az évnek az elején viszont el tudtunk kezdeni egy csomó mindent. Részben volt finanszírozásunk, hogy előfinanszírozzunk pályázatokat, részben pedig az ön erőből készített dolgokat. Tudom, hogy nem mindenki olvas Facebookot, aki itt ül, bár nem tudom, akkor nem tudta, hogy ide kell jönni, de sokan nem olvasnak. De csak azért, mert ugye a Facebook felületen közzétettem azokat a utakat, utcákat, amiket elkezdtünk javítani, illetve most már nagyjából február 10-e tájától kezd megy a saját kártyázás technológiánk is, amit nagyon-nagyon szép, meg hatékony eredményekkel most a ügyvezetése a VGKFT-nek, hogy jobban odafigyel el, hogy hol van a gép, meg mennyit halad egy átlagos héten. És ennek megfelelően most pont a műszaki osztályon együtt működve, ilyen folyamatos kontroll alatt azok is nagyon-nagyon jól hozzák. Ilyen nagyon jó érzés volt, egész télen azt hallgattam, hogy egy pályánál milyen kártyus az út és hogy lehet elmenni a Kenyérmezői úton, az volt az év, hogy rendetették. Jött a kormányablatnak a megnyitása, az volt az első, hogy a Lórok háza környékén rendetették az összes kártyút, hogy mire jönnek a fontos emberek, akik költénybe járnak, azok ne lássanak kártyút a városba. Úgy is végigjöttek a Mucsabói úton, elég az neki. Tehát ott rendbetettek mindent. Most ugye nem volt elég pénzünk a Újvároson, Kelet-Újvároson, ezért a Mészáros Lázár utcát kezdték el csinálni. Tehát folyamatosan megy a kártyúzó berendezésünk, és ezen kívül vannak azok, amik saját forrásból valósítunk meg, amiknek ugye kiírtam a pontos utca nevét, de nyilván fel tudom sorolni, ha kell, plusz a pályázataink. Ugye beindultak a belvízelvezetési munkák is, ugye tudom, hogy úgy tűnik, mintha csak én lennék ilyen ostobán zöld, de akkor is egy klímaváltozási folyamatban vagyunk. A csapadékoknak a kiszámíthatatlanság ugye folyamatosan nőtt az elmúlt években, tehát felértékelődik az a csapadékelvezető rendszer, ami a utcákban van. Ez is olyan, hogy ezzel nem lehet kampányolni semmit, mert senkit nem érdekel egy árok. Ugyanakkor az mindenkit érdekel, mikor a ház előtt kijönt a víz. Tehát ennek a rekonstrukcióját most kezdtük el. Sajnos nagyon-nagyon sok a lakossági magánakció. Tehát valaki szeretne egy bejárót, letesz egy átteret, betemeti, valaki feltöltődik egy kicsit, erózió van, az erózió befolyásolja a gravitációs szinteket, hogy el tud-e folyni egy csatornából a víz. Tehát ezeknek a helyreállítását kezdtük meg, hogy ezekbe haladjunk. Ingatlankezelési portfóliója az önkormányzat ugye teljes mértékben átadása került a Városgazdaság Kft-hez. Folyamatos, nagyon érdekes lakhatási válság van a városban. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy mennek el a városból, és sok az üres lakás, nincs kiadó lakás a városban. 70 ezer forintnál kezdődnek jóformán az albérletek, és én 50 körülbelül majdhogy nem ilyen folyamatos konfliktus van, hogy kinek adjuk ki, és ezeknek a számát próbáljuk most bővíteni. Ezt ugye nem tudunk már csinálni, mintha külső szabad forrásunk nincs, most például eladunk azért telket, hogy abból vegyünk lakást, és a lakást legalább ki lehet adni, tehát valamilyen családnak fogunk tudni segíteni.
Tehát ebben vagyunk én üzletekben, meg cserélgetésekben, aki figyelemmel kíséri az önkormányzatnak a testületek az üléseit, láttam most is, hogy eladtunk a Kismalom úton 3 portát, hogy abból vegyünk egy kockaházat, és akkor annak legyen valami plusz hozadéka, meg a lakhatása hatása. A gyepesteri teleppel küzdünk, ott továbbra is, bár ugye azért merem dicsérni, mert nincs itt szemem, vagy nincs nem szemben dicsérem, de a Remény Rabiétól nagyon-nagyon sok segítséget kapunk, hogy nem csak az, hogy ne legyen túl kevén eloltva a kutya, hanem azért is, hogy minél jobb legyen a begyűjtés. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok jó együttműködéssel küzdünk, ugyanakkor meg a dögök elszállításával folyamatosan akadozik. Egyre kevesebb az olyan vállalkozás Magyarországon, aki ilyen jellegű fehérje feldolgozót üzemeltet, és egyre drágábban akarják átvenni. Tehát, hogy mindenki szít bennünket, hogy mennyit veszük át a dögöt, holott nagyjából annak a felét fizetetjük ki, mint amit tőlünk kérnek, hogy elvigyék innen. Tehát nem tudom, hogy hosszú távon hogy tudjuk kezelni az ilyen jellegű problémákat, de hogy alakul mondjuk a jószágállomány Magyarországon, azon se kell csodálkozni, hogyha nem lesz majd ilyen szolgáltatásra szükség, és csak gázolt macskák lesznek. Tehát folyamatosan küzdünk azzal, hogy hogy legyen kezelve az állati tetem. Temetőkben nagyon nagy a káosz, ez most már egy éve küzdünk. Itt nem csak arról van szó, hogy ha csapadékosabb az időszak, akkor felnő a dzsumbúj, és nem győzünk takarítani, hanem küzdünk a sírhelyeknek a tulajdonosaival, illetve nem tulajdonosaival, hanem a hozzátartozókkal. Ugye nagyon sok hely nincs karbantartva a sírhely, és ugye tőlünk várják a várostól, hogy tartsuk karba azt is, amit mások nem tesznek meg. A legnagyobb ilyen projekt, amit most elkezdtünk az év elején, az a Duca temetőnek a ravatalozója. Nagyon szerettem volna úgy lezárni a ciklus, hogy most már akkor minden temetőben legyen ravatalozó. Ugye a Szőlősi Lajosiknak és a Kevefém Tömeci Kft.-nek köszönhetően ugye gyakorlatilag támogatásból a segítségünkkel elkészült a vasúti temetőbe, ugye korábban megvolt a vénkelti temetőbe, és most a Duca temetőnek készült el a terve, és most van engedélyezés alatt, és azt még nagyon-nagyon szerettem volna, hogy azt még tető elállítozni, mert ugye nyilván most elmúlt időszakban is voltam ott több temetésen, és olyan méltatlan, hogy most már az az egy hely van, ahol nem tudtuk ezt kezelni, és az még egy ilyen örökségem lehet, hogy legalább ezek rendben legyenek minden estől. Vannak más bajok is a temetőkben, ezek is olyanok, amikkel nem lehet sehogy kampányolni, összedőlnek a kripták. Gyakorlatilag most már 2 vagy 3 olyan kriptánk van, aminek a megmentése is gyakorlatilag kétséges. Senki nem akar ezzel foglalkozni, de nyilván, ha összedől, akkor is nekünk lesz gond, mert valamit kezdeni kell azzal a hulladékkal, ami ott keletkezett. Nyilván azt nézzük, hogy hogy tudnánk megmenteni, keresünk rá partnereket, együttműködőket, hogy megmentsük kriptákat. Ezek tipikusan olyanok, amikből nem látható semmi a városban, mert senki nem tekinti eredménynek, meg nem lehet szalagot vágni, ugyanakkor meg egy csomó munkát elvisz, hogy tárgyalásokat folytassunk mindenféle örökségekkel kapcsolatban, vagy ilyen nemzeti örökségekkel kapcsolatban. Küzdünk a piaccal, ott ugye akik járkálnak esetleg piacra észreveszik, hogy nagyon nehéz megrendszabályozni azt, hogy a csarnokot úgy használják, ahogy kell. Mai nap ilyen 6-7 parkolókat elfoglalnak, aki oda akar menni, aki hozzá van szokva, hogy már 10 éve kanyarbával a talpra is ott akar árulni. Ez azért egy nagyon nehéz kérdés, itt van a körünkben, alpolgármester asszonyon túl, na mindjárt végigmondom, DKM Valerász Piroska képviselő asszony is, aki nagyon szereti, mikor így szólítom. És azért számít, mert ugye tőlük kérek tanácsot meg Tóth Lajostól, hogy mit kezdjünk ezzel a piacra. Tehát hallódik a piac, és nem azért hallódik, mert mi hosszú csinálunk valamit, mert lassan ugye nem szedjük be a pénzt, semmit nem kérünk, mindent megengedünk, de nincs állítólag fizetőképes kereslet a piacon, tehát hogy egyre kisebb a forgalom. Nyilván nincs kétség a felől, hogy maga a csarnok, amit építettünk, ez baromi jó, tehát hogy az minden rendezvénynél, tehát egyre jobban szereti mindenki, tehát nagyon jó az atmoszférája annak a helynek, tehát jó a szelleme, hogy kimenjenek emberek. Ennek ellenére a piaca gondjaink vannak, nem tudjuk megtartani ott a szabályokat, hogy szabályosan működjön, és ezen kívül nem tudjuk elérni azt, hogy több legyen a árus. Közben itt a polgármester asszonynak a kezébe nyomtak valamit, és gondolom sokan azt hihetik, hogy ez jelenléti így, de nem. Könnyű Ákos független önkormányzati képviselő kért meg, hogy itt a fórumot hagy használja már arra, hogy egy petíciót a Kuncsolba út felújítására kezdeményezzen. És mondtam, hogy minden tovább nélkül, tehát hogy ilyen ezzel a lehetőséggel, hogy itt sokan vannak. Én életemnek jelentős részében sok ilyen petíciót írtam, még sose volt egynek se hatása, éppen ezért már nem tarthat sokáig, hogy egynek legyen, és hátapont ennek lesz. Tehát, hogy bízok benne, hogy siker koronázza ezt a próbálkozást is, tehát hajrá! Na szóval, és akkor rátérek azokra, hogy mit kezdtünk el. A Ligetben van még egy nagyon pici pénzünk, ott ugye megy a tanakodás, hogy kerítésre fordítsuk, vagy pedig más sport vagy játékelemre. Megmondom őszintén, ez a tanakodás még zajlik.
9 milliónkon összesen, amit rá tudunk fordítani. Azt szól a kerítések mellett, hogy este az ott lakóknak a nyugalom érdekében mindig megy a rágódás, hogy be kellene zárni, tehát nem elég a házirend, hanem zárnunk kellene a ligetet. Nem beszélve arról, hogy mindig felmerül, hogy fizetős rendezvényeknek kéne helyszín. Mert igazán jó koncerteket tartósabban csak hogy fog tudni a város fenntartani, hogyha azok fizetősek lesznek, mert tehát biztos vagyok benne, hogy hosszú távon nem fenntartható gazdaságilag az, hogy ilyen nagy jamborik vannak, és 20-30 milliós költségvetéseket kell kihasítani más közfeladatokból. Tehát, és akkor vannak ötletek, hogy mit kellene még csinálni ott a sportpálya mellett. Az, ami mindenképpen elkészül, és az is olyan, amit még ebben a ciklusban nagyon szerettem volna, hogy befejeződjön, azt hiszem Edóék ma voltak kint kitűzni a szökőkútnak vagy vízijátéknak a helyét. Ezt egy top pályázaton nyertük el ezt a lehetőséget. Aki ilyen nagyobb városokban láttam, hogy jön a vízből a víz, a világít a lámpa, pucél gyerek szaladgál benne és sikítozik, és ennek mindenki nagyon örül. Tehát ilyen jellegű szökőkút lenne ugye a ivókúttal szemben a fitness park mellé, és ez még a ligetnek egy ilyen része volt, amit szerettünk volna, hogy legyen itt is. Tehát, hogy nem ellátva ilyen jellegű játékot, és főleg nyáron, amikor hőségek vannak, akkor ez egy kerintetős rendszer, tehát nem nagyon vizet pocsékolunk, és hát, hogyha lesz pár gyerek, akinek örül, hát, ha lesz pár hónap, aki hazajön, és 100%-os finanszírozású a pályázat, tehát, hogy nem kellett önkormányzati saját pénzt beletenni. A Korda Vince Művészeti Iskolának felújításához kezdtünk hozzá. Nagyon-nagyon féltem a két alapítványunkat, mind a kettőt próbálom amennyire lehet segíteni kisebb-nagyobb támogatásokkal. Itt a Kevíföld alapítványt is dicséret illeti, mert elindulnak az ilyen pályázatokon, most anyagot nyertek el, de nem tudják beépíteni, így aztán a Városgyarmaság Kft. Részére kifizeti a munkadíjakat, a város, hogy ezeket helyrehozzuk. A Túrkevet alapítvány esetében a kémény akarából éppen a tetőre most, azt kell lebontanunk. Tehát, hogy ezekhez szintén a első fél évnek a munkái, amit meg kell tennünk. Egy is a barátom rettenetesen elszomorított, illetve Sallai Kacsival közösen csinálták, mert nagyon szerettem volna az apartmant egy idegenforgalmi szezonra átadni, amit ugye építünk két éve. Már beletoltunk ugye vagy 30 millió forintot, ez ugye egy kétszintes nagy új apartman épület lenne, és akkor most mondják, hogy valószínűleg rendelkezés álló forrás nem lesz elég arra, hogy kulcsra kész legyen a Juhász Fesztiválra. Már pedig ugye már azt is jelentkeztek, akik kivennék a rendezvény alkalmával. De egy a lényeg, hogy most a nyilázárok oda már kész lesznek, a belső építészet megkezdődik, tehát hogyha nem is májusra, de bízom benne, hogy hamarosan ezt át tudjuk adni. A strandon ugye most napokban, december 31-ig befejeztek ugyan minden munkát, de még a szauna nem működött. Most legutóbb, Csaba nyugodtan mondja, hogy ha tévedek, de legutóbb azt ígérte nekem vagy a Vacsorai Kalsi, hogy egy héten, két héten belül elindul a szauna. Igen. Így tudjuk. Tehát, hogy végig az a szamon, amit már nagyon régen követelnek, vagy sokan szeretnék, hogy tényleg működni fog. Nem volt egy egyszerű kör. Ugye sokáig küzdöttünk a biztosítóval, nagy nehezen akkor a biztosítótól kiharcoltuk a pénzt. Ugye volt rá egy pici belügyminisztériumi támogatás, az a tetőre sem volt már létonul elég. Tehát ennek a munkálatait most már teljesen befejezzük, és ugye ennek köszönhető az, hogy végre teljes funkciójában fog működni megint a strand, és bízok benne, hogy ennek majd egy halom olyan vendég lesz a jutalma, akik mind kérik, hogy most már hagyj fizessenek többet a belépőért. Ha már két évben nem emeltünk el, akkor most már, hát hogyha helyre lehet, akkor minden talán menni fog. Én nekem ma reggelem úgy kezdődött, hogy kincsétáltam a Kisberetyó parton, tehát sokkal jobb volt, mint egy átlagos napon. A Kisberetyó parton, akinek van ideje, menjen ki sétálni és nézzen szét. Csak azért, hogy lássa a folyamatot. A strand oldalán gyönyörűen megcsinálták az új vezérárkot, tehát a belvízelvezető képességét állították teljes mértékben hajra a Kisberetyónak, hogy fentről is el tudja vezetni a vizet újra. Ugye úgy hívták ezeket, helyieknek talán nem kell mondanom, csak a hölgyek nem tudom mennyire pecáznak, hogy első kettes duda, meg második kettes duda. Ugye a vízes szakemberek mindig mondják, hogy duda a csárdában van. Ezek ugye átereszek, de ez a helyi dialektus van a neve. És ennek a dudának a tönkre menetele, széttörése a víz lefolyását gátolta. Emiatt a malomzókból állandó volt a konfliktus, hogy gazdálkodók jöttek, hogy kiönti belvíz idején a területeket. És így aztán most ennek a teljes rekonstrukciója történt meg. Helyreállítottuk egy nagy ilyen méteres vagy méter tízes. Egy tízes, nem tudom mennyi a új áteresz, az a inkább, tessék? Ezer. Igen, milliméterben beszélsz, én meg centiben.
Tehát akkor méteres átmérővel most került meg a teljesen realitása, és most már beton támfalat is kap két oldalról a átjáró, azért, hogy majd ha a pálkáztón is fényt elért a Györfi tanyáig, akkor abban az irányba is kényelmesebben meg jobban lehessen menni. Tehát a strand felül végig kész van a új vezérárok, ami képes elvezetni a vizet, elkészült az új áterez, és ami ilyen nagy várakozással vagyok, az, hogy ilyen keményfás támfal erősítése lett a strand felüli résznek, ami esztétikailag nagyon szépen tudja rendezni a partot, hiszen gyakorlatilag ilyen fűnyíróval a víz fölé be lehet nyúlni most már, és szépen nem lehet tenni szakaszt, és a két támfal közé pedig egy stéget építenénk, ahol sok fiatal szerelmes párt képzelek el, andalogva a csónakban, illetve nagymamákat riadozva a vízibicitli környékén. De mindenképpen valami olyan funkciót, ami a strandról elérhetően kicsivel gazdagítja azokat a lehetőségeket, amely szórakozásként, pihetésként, kikapcsolódásként a városban rendelkezésre állnak. Tehát ezek már mind folyamatban vannak a strand felüli oldalon. Másik oldalon pedig elkezdődött ez a pálkáztlan esvény. Ugye ez ilyen kis nőkén volt, hogy a pásztorkodás hagyományairól rendszeresen megemlékezik a város, de a másik legfontosabb ősfoglalkozása a túlkevének, a hagyományoknak ez a pálkáztlan, ami a gyűjtögető életformának egy olyan fennmaradt, 19. századig fennmaradt eleme, amire a környező népeknél nem nagyon van példa. Tehát ezek a teljesen autentikus természeti népek, akik nem termelnek, nem vetnek, csak begyűjtenek, de ezt olyan fenntartható mértékben teszik, hogy nem veszélyeztetik ezt. És ennek ez a tanúsvény állítani emléket. Ma este megpróbálom, vagy holnap reggel kitenni azokat a játszótéri meg játékelemeket, amiket rendeltünk ide. Nekem nem tudom, nem nagyon tetszenek. Éppen Csaba szembesített vele, hogy már elhagytam azokat, hogy fából csináljunk ilyet, és átálltam fémre ugye a ligetbe is, mert az az időtálló. És találtunk egy céget Kapolcson, aki csak kemény fából, törből és akázból készíti ilyeneket, tehát hogy minden bizonyja bennünket azért túl fog élni, tehát hogy jó minőségben és nagyon-nagyon sok helyen adták el. Egy Hungarikum cégről van szó, ami fafaragványokkal díszít. Alig várom, hogy Facebookon megosztom azokat a játékokat, amiket végre megrendeltünk. Egy teljesen ilyen helyi specifikus játékokat hoznak ide, tehát réti csík lesz a húgós játék, vízisikló lesz a libilóka, tehát ilyen nagyon-nagyon jó tematikában épül fel. És akkor a sétány le fog érni, tehát gyakorlatilag a gáttól el fog érni teljesen a Györfi tanyáig, 2 méter szélességben lehet majd ott sétálni, gyerekeket kerékpározni, tanítani, babakocsitolni, kézzel fog vandalogni és minden más ilyet csinálni, ami egy sétányban lehet. 2 megálló lesz, egy ott, ahol a városban gazdálkodási vállalat volt azután, egy a Györfi tanyánál, és ez a nagy játszóteres pedig gyakorlatilag a régi Weiger partánál, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, a Debrecen Péteréknek a háza előtti területen lesz ugye mindenestől, és ez nem tudom, hogy a nyár folyamán mikor készül el, én könyörögtem, hogy nyáron nagyon jó lenne, hogy használható lenne, de nagyon-nagyon sok a munkája a cégnek, és még most ott tartunk, hogy most ezt a szerződés 21-én, a testület is jóvá hagyja ezt, és mondom, alig várom, hogy kirakjam a képeket, mert ez nagyon-nagyon szép lesz. Tehát ez a pálkáztlan esvényről még annyit, hogy ez egy útfejlesztéssel is együtt van. Mitán a Györfita, nem csak a Györfita, bocsánat, a Juhász Fesztivál miatt néha a városközpontot leszeretnénk zárni, ezért már jó ideje váratott magára az, hogy a fenyőfás házaknál egy teljes jó minőségű úttal kerüljük meg. Ennek az útnak a megépítése a buszpályaudvar felől még a része ennek, ott egy parkoló kialakítása, illetve ott pont a Vatvai Pista bácsi meg a Debreceni Péterék közötti részben pedig egy sétány le a vízpartra, és úgy fog végigmenni. Nagyon-nagyon várom, mert ez egy nagyon-nagyon szép része lehet. Ennek nincs igazán látványterve, illetve a látványterv nem látványos, de miután te online nagyon-nagyon aktív vagy, megosztom az Ilona Malomnak a honlapjának a címét, egyébként ennyi.ilonamalom.hu. És ott közé fogom tenni, hogy mik azok a játékok, amiket rendelünk, és annak mindegyiknek van egy pontos helyszín, tehát ott van egy tervrajza. Azokat kell azt hiszem 170 négyzetméter területre elosztanunk, és ez mind ugye a pálkászat tematika lesz, illetve van egy játék, ami ez az egy, ami ugye ment a kollégákkal a vita, ez kifejezetten a... Na. Választót feszítek, úgy látom, anyukámat nem vettem fel, aki hallgatszik. Tehát a lényeg annyi, hogy egy malom lesz, egy vízi malom, mert ennek meg az volt az elképzelés, hogy ott ugye ez volt az utolsó olyan hely, ahol túl kevés vízi malom működött. Ugye a malomzug elnevezés ugye több vízi malomra utalt, és ez is nagyon-nagyon szép. Tehát közé teszem ezeket a linkeket, hogy hol vannak ezek, ott meg lehet nézni. Egyébként meg mondom, érdemes lesétálni Pista bácsi mellett, és megnézni ott a talajmunkákat, már nagyjából már kirajzolja azt, hogy mi hol lesz.
Tehát ezek azok, amiket konkrétan elkezdtünk, és ugye emellett zajlik egy titkos munka, ami most ezek után akkor felfelé van egy titkot, mert ugye ez próbáljuk úgy csinálni, hogy a lehető legkevésbé kelljen külső forrás beletenni. Ez pedig a Pinceklubnak a helyreállítása, amit azért számunk ajándékba a városnak, hogy azokat, akik azzal vádolnak, hogy megöltem a túl kevés kulturális életet azzal, hogy a nappali vagy a felnőtt olvasótermet elvettem és adattam kormányablaknak, ahelyett legyen egy olyan színvonalas jó helyszín, ahol lehet menni. Tehát ennek a kárpótlása és rehabilitációja fog tartani. Már most a burkolások megvannak és nagyon-nagyon szép lett. Most a kollégáim abba bízok, hogy már haladtak abba, hogy a páramentesítési technológiát, amit máshogy használnak, azt hogy lehet beépíteni. Egy infrafűtési rendszert teszünk be, és egyébként nagyobb lesz, mint a én úttörőkoromban, mert a korábbi étkezőig ki fog tartósabban nyúlni, és már csak egyetlen feladat maradt, ami lesz, akinek problémát jelent, az, hogy első körben még nem oldottuk meg a mosdónak a kérdését, az régen se volt ott. Ugye a mosdóba jutó anyagoknak van az a specialitása, hogy nem akar felfele menni magától, és nekünk meg kell valahogy felfele kell juttatnunk a szennyvízrendszerbe, és ennek a technológiai kiépítése az, ami most dolgozunk meg, rágódunk. Egy a lényeg, hogy ennek nagyon bízok benne, hogy egy jó hónapon belül már látványosak lesznek az eredményei. Nem tudom, mi a határidő a teljesítése, hogy mikor lesz átadás. Most is látványos, ezt tudom, de nem mindenki tud lemenni. Tehát, hogy most is nagyon-nagyon látványos, de ugye már az van, hogy az összes tégla felett letakarítják, ott egy salétamentesítés van, a tégla felületeket ugye ott át van nekem, ahogy szép legyen, a ilyen fa mintájú burkolók lettek nagyon szépen lerakva, tehát hogy teljesen úgy hideg burkolatot kapott, egy ilyen klubhelyiség lesz, tehát az, mi a Pinci klub jellegében adóan, tehát lesz előadóhelyiség, lesz olyan, ahova egy nagy monitor lesz kitéve. Ugye Katona József kollégám itt van, vagy nem tudom, hobbitársam itt van. Többek között a régóta ígérgetett moderász klubokat akkor fogunk tudni megszervezni, hogyha lesz hova vetíteni képeket, hogy ki mit látott. De nincs itt ugyan Szabó Attilannak, meg egy politikai vitaklubot ígérhet már vagy 2-3 éve, hogy lehessen valahogy vitázni kultúrától. Tehát ezeknek a funkcióit létre fogjuk tudni hozni azzal, hogy lesz egy ilyen, ahol fotelekbe lehet ülni, vagy nem fotelekbe, ilyen kis ülőszugorítóba szerűségekbe többbe lehet ülni. Lehet beszélgetni, lehet előadásokat tartani, akár lehet meccset nézni, és már a Túlkevés Atlétikai Klub az egyik helységet majd le akarja nyúlni, ugyanis kinézte, hogy nagyon-nagyon jó darts edzéseket meg tudja tartani, tehát néha egy fal részre ennek a sportágnak, ami nem tudom mennyire ismerős, ez a vaklék magyarul, ez kiépítésre kerülhet. Tehát ezt szeretnénk kárpótlásul adni a felnőtt olvasóteremért Túlkevés város kulturális életének, és mindenki mehet oda leeset mondani, meg könyvklubot tartani, meg mindenfélét, amihez kedvük van. És akkor ezek azok a munkák, amiket elkezdtünk az első fél évben, ezeket szeretnénk befejezni, ez az, ami nagyjából cél, és nyilvánvalóan most ez az átkozott kampány mindenre egy kicsit rányomja a bélyegét, ennek ellenére ugye nem tudok már csinálni, mint haladunk előre, és végezzük a dolgunkat. Köszönöm Erónak a pillantását, ebből eszembe jutott a mozit, amit elfelejtettem mondani. A Kordes Sándor filmszínházak a teljes felújítására a közbeszerzés lezajlott. 13 ajánlat érkezett be a teljes felújítására és létrehozására, hogy ott újra mozi legyen. De abban már vagy 4-5-5-t kizártak, nem? Nem tudom, mi a vége, de... Nem zajlott még le, mondd, emiatt. Emiatt nem zajlott le, tehát egy a lényeg, hogy ott nagyon-nagyon nehézkes a folyamat a közbeszerzésnek, hogy mi lesz a vége, tehát nem volt az árajánló bekérés. Hogy ugye teljes új szigetelés kap a tetőszerkezet, homlokzati szigetelés kap kívülről, szétverik a belső részt, kényelmes hotelek kerülnek be, a színpad megújul, új fűtési rendszert kap, és kap egy új kép- és hangtechnikát, hogy lehessen vetíteni, és lenne beindítjuk a polgármesteri filmklubot, hogy mindenkinek jó filmeket nézni, amiket ajánlom. Tehát egy a lényeg, hogy ez még az, ami folyamatban van, ez már esélytelen természetesen, hogy a választásokig elkészüljön, de ki lesz szerződve minden, tehát abban bízok, hogy ezt már elvinni nem tudja senki, tehát hogy ezeknek azért az összes beszerzése, meg szerződéskötése megtörténik még a tavasz folyamán, tehát ezek nagyjából rendben is lesznek. Tehát nagyon-nagyon röviden ezek, amit az első fél éve terveztünk, és akkor nagyon-nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Ugye nagyjából február elejé óta van a városnak költségvetése, úgy korábban ahhoz igazítottuk az ilyen teázást, hogy a költségvetésbe lehessen mutatni, tehát nagyon szívesen mondok számokat, ha bárkit érdekel.
Egy jó hete van a városnak civil meg sport költségvetése, ahol minden egyes sportszervezet meg minden egyes civil szervezetnek igyekeztünk több forrás biztosítani, mint hamarabb. Senki nem volt, aki most bevállalta volna, hogy kevés a pénz, tehát mindenki most már előszeretettel osztja a pénzt, és így aztán általános tartalékkal abból is ki kellett egészíteni, hogy mindenkinek adjunk. Egyetlen szervezet lett az egész rendszerbe, aki picivel kevesebbet kapott, mint tavaly. Nem azért, mert haragszunk rájuk, ez a Ványai idéje volt, hanem azért, mert tavaly volt a Nagykun viadal megszervezése, aminek a felkészülésére és részvételére kellett forrás biztosítani, idén meg nincs. És annak a, tehát csak ennyi volt, ami csökkent, minden másnak nőtt a támogatása. Ezekben a, ugyanúgy, mint ahogy nem tudok, tehát itt állhatok meg, beszélhetek mindenféle érveket, nem lehet igazságosan elmondani, hogy miért, mikor melyik utcákat hoz kezdünk neki. Annyi felújítandó utca van, olyan mennyiségben kell az utcákat javítani, hogy egyszerűen csak majdhogy nem véletlen jelleggel jönnek. Úgy jönnek véletlen jelleggel, hogy azt mondjuk, legyen egy Kelet-Újváros, legyen Nyugat-Újvárosról is, legyen a városközpontból is, melyiknek van kész a terve, melyiknek áll rendelkezés a technológia, és akkor gyakorlatilag a elképesztő mennyiségű kosárból merítünk, hogy mit tudunk leghamarabb kiszerződni. Ugyanígy a civil támogatásoknál soha nem lehet egy rokkantak és mozgáskorlátozottak egyesületének a tevékenységet összehasonlítani mondjuk egy sportszervezetnek a mindennapi edzésével, vagy egy reményrabjai állatvédő egyesülettel, aki önkormányzati feladatot lát el. Nincs összehasonlítási alap. Tehát soha az almát meg a körtét nem lehet korrekten, hogy ez miért annyi, az miért. Ezekkel nincsenek jó döntések, ennek ellenére valamilyen döntés kell, hogy haladjunk ezekkel, és ennek megfelelően ezek a döntések meg is születtek, tehát bármiről tudok beszélni, de nem szeretnék visszajönni a türelmükkel, fél órát beszéltem egyhuzamba, és akkor ha vannak kérdések, akkor bármire szívesen válaszolok és reagálok, hogyha elmondják, hogy mi érdekli önöket, vagy mi az, ami foglalkoztatja önöket. Elsőre még volt ennyi? Vigyázzanak már, ha nem kérdeznek, akkor én beszélek még fél órát. Ez a nehéz. Azért, mert minden napon izgalmas. Hetek teltek el úgy, hogy a Puncsabbi út ügyében... Igen, köszönöm szépen. Tehát az első heteim azok a Puncsabbi úttal teltek, hogy ott hogy tudunk előre haladni, ott mit tudunk elérni. Most ez a hetem az a TRV, ZRT nevezetű céggel telt el, vagy 9 pontban vagyunk velük vitás helyzetben. Ilyen teljesen nonsense állapotok vannak elintetben. A jó hír az, hogy ők is látják, hogy teljesen baromság volt, amit kialakított a kormány, vagy az állam, vagy nem tudom, kihozta létre ezeket a központosításokat. Tehát ők se tudják ellátni ezekkel a finanszírozásokkal, ez a feladatokat. Hogyha ugye nagyon sokan Schwarzba belevezetik a csapadékfizeteket, mindenki lenézhet, mert biztos, hogy itt is ilyen. A Schwarzba bevezeti mondjuk a csapadékfizeteket a szervizelvezetésbe, ezért mikor nagy csapadékok vannak, akkor a Gani úszik a belvizelvezető árkokba, tisztítatlanul megy ki a beretyóba, és nem tudják kezelni. Volt úgy, hogy víz volt most olyan helyzetben, hogy nem tudom, több hónapon keresztül folyt az ivóvíz a Végi Kft-nek az utcájában. Bocskai út, nem valami... Betlengában, tudtam, hogy valami erdély fejedelem, csak leszélyeztetnek, hogy egyik erdély. Tehát, hogy ott nem tudták elzárni. A szintén TRV-ZRT nem tudják visszaadni egy hosszú ideje a régi szennyvíztisztító telepünket, mert gyakorlatilag átvették a teljes vagyont, szóval szétloptak mindent, szétvertek ott mindent, és mi meg úgy szeretnénk visszakapni, ahogy odaadtuk. Nem tudják visszaadni, most ilyenekről tárgyalgattunk a TRV-ZRT-vel. Ugye van gondom, elmúlt két hetem az azzal telt, hogy mi lesz a háziorvosi körzetből a 4-es háziorvosi körzettel, ahol ugye olyan ellátási problémák vannak, hogy gyakorlatilag a ellátó szakorvosnak a üzemeltetési engedélye nem tartható fent, az önkormányzatnak vissza kellene venni, de nem tudja átvenni csak április 1-től. Ezért most egy ilyen teljesen kezelhetetlen helyettesítési rendszerrel küzdünk. Tehát nap mint nap dugi vagyunk ilyen gondokkal, bajokkal, amiknek a jelentős része nem látható, és egyszerűen nincs időm, sokszor kapacitásom arra, hogy megírjam, hogy mikor mit csinálok, de készséggel állok a kérdései elé. Először láttam igazgató azt, hogy már előbb is jelentkezett, csak bocsánat, még befejeztem ezt a két gondolatot, tehát hogy tessék nyugodtan, hogyha adjult fel. Nem említette, hogy mikor lesz végre várótermünk, már mint buszvárótermünk. Mert aki nem autóval jön, óhatatlan ott kell leszállni neki, meg ott kell várni, hogy felszálljon. Aztán a tömegközlekedés nincs megoldva. Én 82 óta küzdök azzal, hogy a vonat, vagy a busz elérje a vonatot, meg legyen busz, mire jönnék hazafele a szomszédvárosból. Ez se oldódik meg.
valamelyik nap azt mondta a sofőr, hogy nem érkeznek bejelentések Türkeléről. Hát akkor jelentsük. Melyik irányból mondod neki? Tessék? Melyik irányból mondod neki? Én Mezőtúr felől is, Kisújj felől is. Valamelyik nap utaztam Debrecenbe, két busz is megy, 5 vagy 10 perc különbséggel 9 órakor. Az első nem megy ki az állomáshoz, le kell szállni a főtéren, a kisújszálláson. A másodikat meg várom a második buszt, és látom, hogy megy a vonat. De Mezőtúron meg számtalanszor van, hogy egy órát is várok. Ma reggel is 40 percet vártam, hogy a vonatról leszálltam, indultam 6 órakor azért, hogy ide érjek ugye időben, és 8 órakor megérkeztem, és 8:40-ig ott ücsörögtem, meg átsorogtam. Meg nem várják a buszon. Egy busz se vár, azt mondják, még az utolsónak se kell megvárni a vonatot. Tehát ez nagyon hátráltatja mind az itt élők mozgását, mind pedig az ide látogatókat. Van olyan időszak, hogy például a Juhász Fesztivál reggelén nem tud ideérni 10 órára, hogyha nem jön el hajnalba Pestről, vagy nem szól a másoknak. Tehát ez az egyik, vagy már a második téma. A harmadik meg örülök annak, hogy lesz egy klub, csak azt nem tudom, én is azok közé tartozok, akik ellenzik azt, hogy a könyvtárat leszűkítették. Mert egy városnak normális méretű könyvtára szüksége van. Természetesen megfelelő mennyiségű új könyvekkel. Mikor lesz akkor a civil ház, civil szervezetek háza? Már van sport, nem tudom hány helyen, ugye? Van, akkor ezek szerint lesz klub is. Civil szervezetek rendszeresen kéne, hogy összeüljenek, de hol? Hallottam már, hogy hát valamelyik önök lakásán tartsák a dolgaikat, meg ott kezdenek. Nem megoldás. Így nem lehet közösséget építeni. Hát csak ennyit így kezdetben. Akkor kezdésből mondom, hát valamiben tudok segíteni, valamiben nem tudok. Minden évben jön hozzánk egy kiadőív, amiben a valami megkérdezi a menetrendszerét, járatoknak a problémáit. Ezt rendszeresen ki is adtam Facebookon, hogy jelezze, akinek van ilyen. Minden évben jelezünk is ilyen problémákat, amik bejutnak hozzánk. Aki a mi igazgatóval szerint, mert mindenki mást is, felelős demokrataként, hogy csak azzal a problémával tudunk foglalkozni, ami bejut hozzánk. Tehát, hogy nem tudunk arról, hogyha mikor jön egy-egy felháborodott utas, hogy éppen nem ért el, meg nem jutott haza, meg ott ragadt, minden alkalommal írunk egy-egy levelet a volánnak. Viszonylag nyitottak, tehát mindig ilyen nagyon-nagyon, tehát ott vannak emberek, nem tudom, állami áruház, meg van itt a legtöbbeknek, bocsánat, ilyen generációs. Ez egy hivatásos bimbak, Bobby híred, hogy ki tud legbimbánokban nézni, itt is van ilyen a volánnál is ilyen szerintem, ez mai napig el. Tehát nagyon-nagyon empatikusan tudnak ránk nézni, mindig megértenek mindent, mindig megígérnek, hogy nagyon igyekeznek segíteni, de általában nem történik semmi ezekben. Tehát hogy hiába törekszünk arra, hogy ott elérünk valamit, ők maguk se tudják, hogy mi történik velük. Most államosították az egész céget, ez azért tudom, mert ugye a másik témát, amit fel tetszett vetni, az ugye pont erre lesz reakció a vármónak a sorsára. Tehát ők maguk nem tudják, hogy mi lesz velük, nem tudják, hogy milyen cég formájában dolgoznak. Ugye nem tudom, hogy a busz pályaudvarnak a történetét mennyire kell Ádámnál meg Évánnál kezdenem, tehát hogy ahol bízok, hogy a legtöbben tudják, hogy miről van szó. Volt egy terv, a volán javasolt, hogy ki legyen a tervező, azért, hogy a megyébe hasonló stílusúak legyenek a pályaudvarok. Ez a tervező megtervezte ezeket a pályaudvarokat. Azt hiszem, hogy nem tudom, 14 pályaudvarból 9 az egy éven belül beázott, leázott, elment a villamossága, felsorolító mosodott és mindenféle történt. Egy elegáns mozdulattal, hogy a magyar jogrend azt lehetővé teszi, a tervező az beborította a vállalkozását, hogy akkor vigyétek, ami van. Átment egy másik céghez dolgozni, azóta is tervez. És a kamera az pedig még, tehát a mérnöki kamera még csak ahhoz járult hozzá, hogy mi hozzányomjunk mások a terveihez, mert az eredeti tervezőnek a jóváhagyása kell a szellemi termékének az átalakításához.
pályáztunk két alkalommal is arra, hogy kezdjünk valamit ezzel a pályaudvarral, ezek nem nyertek, illetve nem volt annyi pénz bennük, hogy tudjunk valamit kezdeni, ezért lett az, hogy három ilyen kis buszvárót újítottunk meg, mert amikor kapunk 3 milliót, meg 5 milliót arra, hogy csináljunk valamit, azzal hozzá se lehet kezdeni a pályaudvarhoz, tehát kár bármit csinálni, hanem emiatt van az, hogy inkább biciklivel fordítottunk a közösségi közlekedéssel, mert teljesen világos, hogy nem tud mindenki kocsival közlekedni. Azt tudtuk tenni, hogy három vagy négy buszvárót. Egy meg három, tehát négy buszvárót teljesen megújítottunk, tehát hogy felépítettünk, de a pályaudvarban nem tudtunk lépni. Miután felismertük azt, hogy nem tudunk lépni, ezért jött a nagy dilemma. Azért hiszem alpolgármester azt mondja, mert folyamatosan van olyan döntések előtt állunk, hogy például engedjünk el vagyont. Ugyanis a Valán azt mondta, hogy ha ingyen nekik adjuk a buszpályaudvart minden estől, akkor lehet, hogy hajlandóak felújítani. És akkor ezek nehéz dilemmát, tessék nekem elhinni, akkor rám bíz a város egy vagyont. Ugye én tudom, hogy ez hibás, mert mindenki azt mondják, hogy ez nem jó. Én úgy élem meg magam, hogy vezérigazgató vagyok, dugi van 8000 részvényesünk, 8000 részvényes az 4 éven, 5 évente választ új igazgatót, és a részvényesek érdekeit kell képviselni. De 8800 ember, az nem mondom, hogy 8800 féleképpen, de 100 féleképpen gondolja azt, hogy kell egy ilyenhez hozzáállni. Mondjunk le egy 100 milliós városi vagyonról, adjuk neki ajándékba valakinek? Mert a hátán nem tudja elvinni, de lehet, hogy megcsinálja. Vagy ez egy akkora értékvesztés, amit nem engedhetünk el, és inkább nekünk kell megcsinálni. Ezek a dilemmák azok, amelyek azért most nagyon sokszor fejtörőek, és azért egy-két üvegból kell hozzá, hogy ezekre végigjárjunk, hogy végig gondoljuk, hogy milyen bumánat lesz ebből, mert nem tudjuk. Legutolsó álláspontja az volt a frakciók, vagy bocsánat, a képviselőtestület többségét adó képviselőknek, hogy mégis menjünk bele. Tegyünk bele paramétereket, hogy odaadjuk úgy, ha. És akkor ide felsoroltunk 16 hát, hogy ha valóban nem csökkenti semmilyen járatnak a mennyiségét, ha valóban pályaudvarként tartja el, ha nem csinál mellette olyan programot, ami az ott lakó környékén mondjuk bármilyen zavarás jelenthet, tehát ha nem csinál diszkót, ha nem lesz peep show, ha nem lesz bármi belőle. Összeszedtük ezt a 16 hát, elküldtük a Valánnak, és akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen jó, akkor legyen így. Átadjuk a tulajdonjogot, csak buszpályaudvarként üzemeltetheti, plusz cserébe nem csökkentheti a buszjáratokat, és akkor átadjuk nekik a vagyon. Erre fogták, az összes céget, egész céget megszüntették, akivel ideig tárgyaltunk, és mindenkit elküldtek, és átszervezték egy állami holdingba összes állami vagyonát. Tehát most jelen pillanatban ott vagyunk fél éve, tehát tavaly ősz óta, hogy nincs ember, akivel ezt a tárgyalást folytassuk. Időnként felhívjuk őket, hogy mikor lesz ebből valami, mindig azt mondják, hogy nyugodjunk meg, van most nagyobb mondjuk is, mint mi. És éppen ezért nem tudok választ adni. Tehát annál többet, mint amit ebben a ciklusban elértünk, hogy legyen egy tisztálkodó bódé, meg legyen egy várópódé, most nem tudok mást ígérni, és felelőtlenség, ha többet mondok. Tehát eljutottunk oda, hogy a testület megtette a hivatalos ajánlatot tavaly tavasz folyamán a Valánnak, vagy a Valán ZRT-nek, hogy készek vagyunk ingyen, térítésmentesen átadni ezzel a sok havval a vagyont, ha felújítják a lehető leghamarabb, és azóta gyakorlatilag nincs tárgyalópartnerünk és nincs semmi más. Hozzá kell tennem, az építési minisztériumban, a Lázár miniszter úr vezette minisztérium minden ilyen fejlesztést leállított, tehát az, amiből neki források volt, hogy a közösségi közlekedést fejleszték, az most nincs. És éppen ezért nem tudok erre mondani. Amit tudok mondani, az, hogy 100 milliós létre lenne annak a maradéktalan rekonstrukciója, és nem mondom azt, hogy nem lett volna soha lehetőségem arra, hogy mondjuk ne pályázzak rá, mert például, mikor a mozira pályáztunk, az egy olyan forrás volt, ami önkormányzat tulajdonában lévő épületek közösségi funkciójának a rekonstrukciójáról szól. Csak amikor döntenem kellett, hogy a buszpályaudvar legyen, vagy a mozi, én a mozi mellett döntöttem. És ez nyilván fel lehet óni, vagy ezt tökre elfogadom, hogy valaki életének egy részét buszon tölti, és ezért nem fog rám szavazni, mert ez megértem a döntését. De ilyenkor döntést kell hoznom. Mert egy pályázatot tudok leadni, egy valamire tudok pályázni, és nekem akkor is döntenem kell, hogy bemenjen a pályázat. A jó hír az, hogy legalább döntök, meg legalább bemegy a pályázat. És az összes többi meg lehet hiba, hogy miértem erre, miértem arra, valaki jobban tudta volna, meg valaki másképp csinálta volna. Tehát a buszpályaudvar ügyében én abban bízok, hogy előbb vagy utóbb lesz eredmény, előbb vagy utóbb azt át fogjuk tudni adni úgy, hogy felújításra kerüljön. Ők maguk készítettek egy 76 milliós tervet, és ugye az volt a alternatív, hogy vagy kifizetjük a 76 milliót, vagy átadjuk térítésmentesen, mert az épületek a becsült értéke egyébként nagyjából ezzel megegyező, tehát hogyha ha nem adjuk át, akkor nincs érték. És akkor most ott tartunk, hogy ezzel fogunk. Megígérem igazgatóasszonynak, ennél többet nem tehetek, és ugye szegény önök igenis a tud, hogy megint felveszük a Valánnal a kapcsolatot, de arra kérem önt,
és mindazokat, akik busszal közlekednek, hogy jelezzék, hogy melyik vonathoz nincs csatlakozás, melyik késik, melyik nem várta meg, mert mindenki nézze el nekem, de egyszerűen nincs próba lehetőségem, hogy napjában azért mászkáljuk busszal meg vonattal, hogy rájöjjek, hogy hol van baj. És ha nem jelzik állampolgárok, akkor nem fogom tudni. Tehát attól fogadom már legjobban a kritikát, aki már négyszer jelezte és nem csináltam semmit, mert akkor az teljesen jogos, hogy csak én vagyok a hibás, de mondom, amiről nem is tudok, az nagyon-nagyon nehéz. Juhász Fesztivál esetét külön akkor ki fogom emelni és egyeztetünk. A civilház megint egy olyan álma a túlkevés civil szférából néhányaknak, ami régóta megvan, és nem tudok rá építőt mondani. Tehát gyakorlatilag én mindenki úgy ítéli meg a saját munkámat, ahogy akarja, meg majd júniusban ezt megteszi, de én nagyjából válságmenedzsment funkcióban vagyok 4,5 éve. A legnagyobb bajt próbálom mindig elhárítani. Mikor döntenem kellett pénzek sorsáról, akkor gyakorlatilag mindig azt vettem figyelembe, hogy mi az a nyomás, ami alapján lépnem kell. Pont az igazgató asszony nyomására többek között volt az, hogy az oroszlán vendéglőt ne borítsuk be az egészet, hanem mentsük meg. Mikor ilyen döntést meghozunk, hogy valamit meg kell menteni, és rászánunk 80 millió forintot, akkor egy felelősséget vállalunk, hogy másonnan ezt a forrást el kell venni. Azért nincs többek között forrás egy csomó mindenre, mert úgy döntöttünk, hogy megmentünk egy városközponti épületet. Civilházak nyilván lenne lehetősége, de ez egy nézet, vagy egy világnézeti felfogás. Én azt gondoltam, mikor civilként éltem az életemet 25 éven keresztül, hogy attól vagyok civil, hogy semmilyen hatással nincs rá az önkormányzat, meg az állam. Hogy menjen a fenébe mind a kettő, attól vagyok civil, hogy független vagyok. Az nem civil, aki alá oda teszi az állam, meg az önkormányzat a házat, az infrastruktúrát, meg az embereket, meg fizetéseket. Hogy fog tudni ott ez függetlenül menni? Pont az a civil szervezetek önszerveződő ereje, hogy ezeket a közösségi erőket összehozzák. Pályázni kell. Meg kell szerezni. Minden segítséget megadunk, de nem tudom megmondani azt, hogy a feladat listáinkon hanyadik lesz a civilháznak a létrehozása, mindaddig, ameddig nem fejeztük be a buszpályaudvart, nem fejeztük be az oroszlán vendéglőnek az átalakítását, nem építettünk plusz egy idősellátásra alkalmas új szárnyat bennakásra, mert a saját sorsomban is csak gondolni kell, hogyha normális szociálisokban legyen a városban. Tehát míg mindezek nincsenek rendben a mozival, a közutakkal együtt, addig a és nem mondom azt, hogy nem kell civilház, nem mondom azt, hogy nem lesz, csak azt mondom, hogy mikor priorizálnom kell a feladatokat, és a város lakosságának a túlnyomó többsége nem civilházért veri a ajtót, hanem jó közutakért, idén is lehetett volna civilházba gondolkozni, valamelyik óvodát, de mikor annyit mondtunk alpolgármester asszonynak, hogy 53 millió valamiről azt csinálunk, amit akarunk, akkor az volt az alpolgármester asszonynak, a kisfiának, meg a néhány kollégának véleménye, hogy egy huncut fillérből kinevegyünk, csak közúta fordítsunk mindent. És lehet, hogy ebben hibázunk, de próbálunk megfelelni lakossági igényeknek. Mert nekem is más lenne az igényem, önnek is más az igénye, aki itt ül még lehet, hogy lenne egy pár dolog, aki azt mondaná, hogy más kellett volna csinálni, de közben meg a legnagyobb nyomást azért kapjuk, hogy rosszak az utak, legyenek járhatóak, minden utcában menjünk felújítást, és a legtöbb kritikát, meg a legtöbb eredményt hiába hozzuk. Az, hogy a négyzetméter elvetítetten nagyjából a hatszorosánál járunk annak, mint a teljes előző ciklusban, amit felújítottak aszfalt mennyiségben. Pont azért, mert haladunk, pont azért kapnak félszemet az emberek. Minél többet csinálunk meg, annál több a kritika, amit kapunk. Minél, annál jobban. Hogyha régebben egy utca készült el, akkor senki nem lázongott, hogy hát, akkor így van. Most, hogy egyszerre 15 utcát csinálunk, akkor mindenki már azt kérdezi, hogy miért nem nálunk. Tehát próbálunk ott is helytállni, és mikor forrásokról kell dönteni, még egyszer mondom, vállalom a kritikát, hogy nem biztos, hogy mindig úgy döntünk, mint mások döntenének, de döntenünk kell. És mikor csak x egységnyi forrásunk van, akkor annak a felhasználását valóban nem a civilház mellett tettük most le. Lehet, hogy ennek igaza van, és az kellene a közösségfejlesztésnek, hanem a közutak mellett, de azt láttuk és azt éreztük, hogy abban van a legnagyobb társadalmi igény, meg abban van a legnagyobb társadalmi akarat, hogy a közúti infrastruktúráját fejlesztünk a városnak. Tehát tessék elhinni, hogy nem egyszerű, de én nagyapám mindig azt mondta, hogy húzza tenyeremből egy 105, hogy ezt magyarázta, hogy ezeknek a kérdéseknek egy része ugyanilyen, hogy egyetértek önnel, hogy lehetne, egyetértek, hogy van olyan önkormányzati ingatlan, ahol érdemes lenne megcsinálni, csak egyszerűen nincs forrás, és jelenleg az önkormányzati alapfeladatok finanszírozását próbáljuk minden jobban rekonstruálni, hogy haladni tudjunk. Megígérem önnek, ha lesz ilyen forrás, és lesz lehetőség, akkor mindenképpen keresni fogjuk, hogy vegyünk ebben. Addig pedig azt fogom mondani, ez jelentkezésük hozik a... Ja, csak egy vécese leszlek. De addig meg azt fogom mondani, hogy ha már hozik a jelentkezés, lehetőleg nagyobb mértékben az ipartestület álljon helyre. Ezt akartam mondani, eddig is meg ez úgy kell, szívesen fogadjuk a
civil csoportokat, és megpróbálunk nekik helyet adni a lehetőséget. Igen. Bocsánat, Rózsa, hogy egyszer az újságban megírnád, hogy mikor, melyik közösség foglalja el a helyet, akkor jól látnánk azt, hogy van-e szabad hely. Abba bízok, hogy a Pince Klub egy ilyen nagyon élénk életet, tehát hogyha be fogjuk tudni osztani azt, hogy minden áldott nap a hatóosztályában mi történjenek ott, biztos, hogy tudunk csinálni egy olyan színes programot, hogy mindenki találja egy kicsi helyet, ahol összejöhet másokkal. Bocsánat, Magdika, és figyelek. Én ilyen dolgot szeretnék kérdezni, hogy a Széchenyi utcában lévő Hajdan volt Maca néni virágboltja, az most kinek a tulajdona és mi lesz a sorsa? Mert igencsak elárult állapotban van. Most a lényeg az NSZ-nél? Igen. Önkormányzat tulajdonában van. Semmi nem mondani. Egyik azoknak a döntéseknek, amivel például, ha én a saját ellenzéken menni, akkor támadnám magam. Csak mindig van hülyeségekkel jönnek, ez basszant, hogy tehát nyilvánvalóan, ha dolgozunk, meg sokat dolgozunk, akkor sokat tudunk hibázni. Ez is egy ilyen dolog. Ugye annak idején pont a Turkelé Kulturális Egyesület keresett meg annak érdekében, hogy ott egy turnyform oda és egy idegen forgalmi szolgáltató hely jön létre. Bízva abban, hogy ez megvalósulhat. Ugye megvette az önkormányzat, átadta ennek a kezelését. Majd jött egy pandémia, egy olyan világhelyzet, amit ugye senki nem volt felkészülve, nem csak az idegenforgalom omlott össze, hanem még ki is lehetett menni az utcára, meg maradj otthon, meg mazba menjél. Ez azt jelentette ugye, hogy azokat a terveket, amiket dédelgettünk, hogy ott milyen turinform jön létre, meg hogy fogjuk fejleszteni az idegenforgalmat, hogy nem jött be. A kulturális egyesületek a forrásai eltűntek erre, illetve nem tudok nyilatkozni. A felhőszakadás volt, nem a felhőszakadás. Felhőszakadás. A felhőszakadás. Egy a lényeg, hogy a kulturális egyesület visszaadta ezt a város tulajdonába, most pedig a Városgyarmatosság Kft-t próbálja kiadni, vagy értékesíteni. Tehát, hogy milyenk az épület. Megmondom őszintén, hogy azért szerettem volna, hogy ne értékesítsük, mert ezek ilyen nagyon ostoba helyzetek, hogy ezek alatt a porta az mindig az önkormányzaté. És egy örökre ilyen tisztázatlan helyzeteket teremt minden egyes ilyen ingatlan, ilyen a Böbe büfé, a Katesz büfé, a könyvelőiroda, a iskola. Tehát ezek mind ilyen rendezetlen tulajdoni helyzetek, de a Pólinak, jó mondom, a Póni? Tehát, hogy ott is, tehát van egy csomó olyan terület, amikor ilyen tök rendezetlen a szerkezet, mert egy önkormányzat tulajdonra ráépítettek valamit, az önkormányzatot örökre tulajdonos marad, rajta van valaki másnak az épülete, akinek szolgálmi joga van a saját épületét használni, és ez mindig tisztázatlan. Tehát ezért nem volt tőlem nagyon távol az, hogy vegyük meg ezt, mert a sajátunk, de az tipikusan az, hogy most már mennyi másfél, két éve teljesen zárva van, tehát nem működik, tehát a Városgyarmatosság Kft-nek a feladatait. Tessék? Mondom, addig semmi zsúgy. Én voltam az avatója, akkor jó sok ember ott volt. Volt kiállítás, meg volt egy csomó helyi termék, tehát hogy elindult, és ugye nem váltotta be a reményeket, azt, amit szerettünk volna, és így alakult. Na szóval, további. Igen. Igenis. Csak a titok margóját szeretnék. A Pince Klub fantasztikusan örülök, hogy újra nyílik, és azt szeretnénk kérni, hogy megnyílik, akkor valamilyen módon a régi papírok, ha megvannak esetleg, mert mi voltunk mi annak idején 50 évvel ezelőtt, jó, ott kezdtük a közösségi életet, és a avatóján, megnyitóján olyan nagyon szívesen elmennénk, hogy ha... És nagyon sok házas pár onnan került ki, ismerkedett, nem éve. Igen. Ismerkedtünk, és egy nosztalgikus érzés fogott el, és szeretnénk ott lenni a régiek, ha megnyílik. Nem csak ilyen, hogy ilyen romantikus dolgokról hallok ott, akkor ilyen balettnek érzem magam, mert én csak az úttörő élet rejtelmei. Semmiféle romantikus emléket nekem ott nem mondtam. Ez fantasztikus, jó működött, kártyáztunk. Nekem is van egy romantikus emlékben, Juhász Ica ott vetít Tárámbót, mert videóklubot csinálni, és mikor nem volt még a város a videók, oda lehetett lemenni, nagyon sokat lövögöző filmeket nézni. Nagyon örülök, megmondom, a fiatalok biztos, hogy nagyon fogják élvezni, és bízok benne, hogy ők is ugyanilyen romantikus hangulatba kerülnek, és
És fázasz, hogy a házasszonyok. Igaz, hogy én mondtam a díványokat, de nem teljesen így értettem a díványokat, tehát hogy azok kérdezik. A vívekben még nem volt dívány. Ehhez kapcsolódtam? Igen. A múltjáról, hogy honnan indult. Vannak itt, amiket talán. Az a pedagógus klub találta ki, kérte el, kapta meg, és kotorta ki, kubikolták föl talicskával onnan mindent, és ott ők hozták létre a klubot, és berendezés és minden egyéb. Na ennek volt egy második felvonás, hát annak vége lett kész. A második felvonás az volt, mikor a dr. Szabó Zoltán polgármester idejében az egészet megcsináltatta, és akkor volt terve vele, akkor össze lett gyűjtve a festőknek, szobrászoknak dolgai, és akkor ott egy kiállítással, hogy majd ott akkor egy ilyen közösségi akármi lesz. És akkor ezt azért tudom nagyon jól, mert mi is adtunk 5 képet, meg 2 szobrot, a kevikör múltját idézően, és akkor 3 nap múlva az önkormányzattól valaki meg volt bizony, hogy nézzem már le ott, és akkor szóltak, hogy sürgősen menjünk, mert megjelentek a peniszfoltok, meg hullámoztak a képek. Tehát az annyira salétromos és nyers és akármi, hogy erre alkalmatlan, hogy valamilyen, de az, hogy közösség ott összejöjjön, és székek, vagy fotelok, vagy egyéb minden. Ha most maga abba bízok, hogy a 21. század erre választod. Ugye a kislányom pillanat csak annyi, hogy a kislányom egy szuterénbe költözött, mikor felment egyetemre Pestre. A hideg kiráz ezektől a pesti szuterénektől, mikor itt a fejemnél folyik a Duna, és attól 20 méterre pedig ott van egy ilyen mély épület, vagy egy alsó épület. Tehát nagyon-nagyon sok olyan épület van a főváros környékén, ahol nagyobb a víz, ahol simán irányítás technikával szabályozott páramentesítők működnek, és teljesen tudatosan kezelnek szuterényeket meg. Azt mondom, hogy ezek csak úgy fognak, mert egyébként korszerű technológiára van szükség, ezen a kollégáink dolgoznak, hogy ezt hogy tudják megcsinálni, gyakorlatilag számítógép fogja szabályozni. És tényleg nagy volt az érdek. Tessék, jó, tehát gyakorlatilag fent lesz egy párvérszívó, benne lesz egy kompjúter, folyamatosan vizsgálja a párvérszívót, és valami ilyen beindul és kifolyik. Tessék, jó, szerint akkor csinálták meg a polgármesteri hivatalnak a kommentatartározása, és akkor körbe kavicsúzták. Utána egy pár évvel olyan felhőszakadás volt, hogy a esőcsatornát belevezették a földbe csak, és felnyomta a víz felnyomta a földet, mint egy szökőkút úgy ment. Utána csinálták azt, hogy a pince előtt a 2 csatornán összekötötték, és levitték az Ajra vizet. Tehát azért vizesedett az át végül is, hát olyan, hát mert itt tudom én 3 évig azért csak volt eső, de mikor kisebb eső volt, hogy az elfiváltott, utána jött a fel, akkor ez most is probléma. Tehát most ugye egy valamiről nem beszéltem még, mert nem tudom, mi lesz a kimenete. Ugye ez is egy olyan, ami a Facebook kifejezetten jó rá, mert túl kevés vállalkozó hívta fel a figyelmet abban, hogy vannak más lehetőségek. Kiadtam, hogy nem tudom, mit kezdünk a tetejével a polgármesteri hivatalnak, mert gyakorlatilag ugye beázunk több helyen. De ez nem költői túlzás, hanem úgy, hogy ilyen kotlikat kell tenni az íróasztalra, meg ilyen logokat, meg ilyeneket. Tehát egy ilyen mértékben beázunk. Most ennek és akkor ez Facebookon írtuk, hogy hát nekünk ilyen 100 milliós félelmények vannak, és akkor jelentkezett egy vállalkozó, hogy ő ilyen palák felújításokkal foglalkozik, és szerinte 1-10 millióból ezt meg lehet csinálni. Ennek köszönhető az, hogy elindult egy gondolkozás, hogy mi legyen ezzel a tetővel, és gyakorlatilag le vagyunk vele állva, mert azt a hibát elkövettük, hogy mindenkit megkérdeztük, hogy mit javasol a tetőről, és akkor bejött négy egymástól eltérő technológiára a pályázat, és teljesen eltérő vélemények. Tehát bejött egy, aki azt mondta, hogy helyre kell hozni a tetőt, bebújítjuk egy műanyag bevonattal, felújítjuk szépen, olyan lesz, mintha új lenne, 10 évig az nem fog beállni soha. Bejött a másik, aki azt mondta, hogy nem, csak cserép lehet, és a cserépet beborítjuk, és jó lesz. Jött a harmadik, aki azt mondta, hogy a teljes faszerkezet belülről már el van korhadva, csak bekonzerváljuk a gondot, és úgyis rá fog vonni, hiába teszünk rá új cserepet, mert el se bírja már az egészet. Tehát először az átszerkezetet kell. És akkor most azzal küzd a műszaki osztályom, hogy a minimum műszaki tartalmat, hogy mennyi átszerkezetet kell rekonstruálni, mennyit kell teljesen cserélni, mennyit kell kijavítani, hogy ezzel mit kezdjünk. És akkor gyakorlatilag a képviselőtestület megint egy ilyen teljesen lehetetlen helyzetben van, hogy az almát a költével kell hasonlítania. Tehát miért jó, miért többet? 30 millióért egy felújított palaszerkezet,
amit talán még elbír ez a tetőszerkezet, ami el van forhadva, vagy 50 millióért egy valamilyen cserépszerkezet, vagy még többért egy teljes tetőrekonstrukció, de annyi pénzünk meg nincs. Mert nyilván ezt mindenki tudja, hogy a legjobb a teljesen új lenne. A legjobb az lenne, hogyha megkérnék egy műemlékeket felújító embert, hogy jöjjön ide és az egészet csináljunk, de honnan szedjünk pénzt. És akkor ez azért tartozik ide, amit Hartwig elmondott, mert pont az volt egyik ilyen meggyőződésem, hogy csak a tetőszerkezettel nem érünk semmit, és abban egyetértettünk most már többen, hogy ha a teljes párkányrendszert nem javítjuk ki, és nem zárjuk ki például a galambokat, ha nem kezeljük ezzel párhuzamosan a fent lévő napelemet, ami rendkívül elhibázottan rontotta a tetőszerkezetnek a funkcióját, mert gyakorlatilag amiatt ázik be részben. Hogyha nem kezeljük a csatornát, és akkor most visszakanyarulok a pinceklubhoz, ami egyébként odafolyatja a falra a vizet, meg a felső csatornákból konkrétan ugye kibudjon a víz, mert nem tud elfolyni, és a fal mentén folyik le, addig nem tudunk előre haladni. Tehát most azzal küzd a műszak, ugye februárban kellett volna a testület elé kerülni ennek az előteresztésnek, hogy bejött 3-4 árajánlat, és nem tudja a testület összehasonlítani ezeknek a műszaki tartalmát. Nem tudjuk, hogy ha az egyik azt mondja, hogy rá kell költeni 8 falanyagra, a másik azt mondja, hogy 24-et kell, akkor kinek van igaza? Mert mindenki mond valakit, valamit, mindenki meg van győződve róla, hogy ezt ő nagyon tudja, és azt, hogy meg tudná csinálni. Mi nekünk meg döntenünk kell, úgy, hogy a képviselőtestületben pont nincs egy tetőfedő sem, meg pont egy ács sem, meg pont egy építőmérnök sem, pont egy statikus sincs, és ennek a testületnek el kell dönteni, hogy melyik módszer fog legjobban megfelelni annak a célnak. És ezzel, amit tudok mondani, az biztos, hogy valamit kezdünk a tetővel idén. Nem tudjuk még, hogy mi lesz, tehát ez most még ilyen homályos, hogy mikor jutunk el oda, hogy dönteni tudunk, hogy a technológiai leírásokból még lesz a legtökéletesebb. Vagy egy teljes palafelújítás lesz, mert azt ki tudjuk fizetni, vagy jön egy cserepezés, amifelé a testület nagyobbik része hajlik, hogy a cserepet kell rekonstruálni, de arra meg nincs maga pénzünk. És ahogy az megvan, abban a pillanatban a teljes csatornarendszer rekonstrukciójával a csapadékvíz elvezetés helyre tud állni, és ezzel nem folyatjuk be a pinceablakainkon a csapadékvizet, ami nagyon sokat fog javítani szerintem a pincének a vízháztartásának párhatartalmat. Bocsánat? Először számolják ki, hogy a cserépnek is milyen mennyi. Piszok érdekes dolgok ezek. Azóta ugye, bár van olyan tervező, aki azt mondta, hogy meg nem merjünk kérdezni statikust, De a műszaki osztályok meg diplomás emberek vannak, akik azt mondják, hogy a statikusoknak azért adnak diplomát, hogy lehetjen véleményük, akik azt mondják, hogy a jelenlegi tetőszerkezetnek a palaszerkezete nem adja azt a súlyozást a tetőnek, amire az tervezve lett. És mintha cserép súlyozása lett tervezve, emiatt annak a lényegesen könnyebb struktúrájú palarendszere eleve magában hordozza a romlás lehetőségét. Minglovátya is itt van, Hollósi, mert ő volt az egyik, aki felhívott, és felhívta a figyelmet, hogy lecserélhetem az egészet cserépre, lecserélhetem, felújíthatom csodálatosan a hullámpalát, de egy biztos, bentről még szét vannak korhadva a fák, a gombafertőzés belülről fog tovább menni, és az ettől nem jön helyre. És mindentől kezdve azt kell néznünk, hogy ki tud olyan technológiát kínálni, ami hosszú távra megoldja ezeket a problémákat. A jó politikus, emikével nem vagyunk ilyenek, azért, mert nem is akarok lenni, emikével meg már nem akar lenni, az azt mondja, hogy most kell megoldást, már szalagot akarunk vágni, elég, ha 10 évig jó lesz. Mi meg úgy gondolkozunk, hogy az lenne jó, hogyha 50 évre elodáznánk a problémát, mert úgy, mint ahogy pont az elmúlt 40 évben senki nem akart ehhez hozzányúlni, 80-as években volt utoljára hozzányúlva, ugyanúgy nem fog hozzányúlni megint, hogyha ezt elodázzuk. Tehát csináljuk meg egyszer valahogy, akkor 40-50 évre nem baj, hogyha linkek jönnek utánunk, akkor se lesz legalább, hogy bejúgó szemázik szét a hivatal, tehát ezt legalább biztosítottuk, hogy rendezzük. És ebből kifolyólag, hogy a testületnek a többsége, vagy aki nekem többséget ad, az inkább a 20 távú megoldást választja, és azt mondja, hogy a 10 év nem megoldás, hanem 30-40 évet szeretnék, ami nagy eséllyel nem nekünk fog kedvezni már. Tehát, hogy ennek ellenére ebben az irányba megyünk, de most még, tudtam, még ma is azzal küzdött a műszaki osztályom, hogy tud olyan műszaki leírást adni, ami egységes árajánlatot hoz, amit össze lehet hasonlítani. Mert kaptunk olyan árajánlatot, ami 24 oldal, és lira, vers, minden van benne. Kaptunk olyat, ami 2,5 oldal, leírja, hogy nem tudom, 48 millió forint, de nem tudjuk, hogy mennyi fanyagot tartalmaz, meg milyen lesz a cserét, meg így tovább. És nekünk valahogy mégis döntést kellene hoznunk, hogy még lesz a legjobb. Tehát ahogy a műszaki osztály megküzd ezzel a problémával és kihívással, akkor jön az, hogy a párkányzat és a vízelvezetés is megtörténik, és akkor jön az, hogy reméljük tovább nem fog beázni, vagy nem ilyen mértékben ázik a pinceklub is, mert onnan kanyarodtunk ide. Én arra akartam, hogy most már nem lesz olyan probléma, mert a vizet már levezették a
Ennek ellenére tessék meg, hogy belül most jelen állunk a fal, mert a teljes belső szakaszon úgy fel van bőkézzel, olyan a csatornának az állapota, hogy gyakorlatilag megtöltődik. Tehát van egy ilyen hasa az egésznek már, megtöltődik vízzel, és oldal folyik kifele minden csapadék esetében, tehát nem vezeti el úgy a vizet, ahogy funkciójában kellene. És ez a párkányzat helyrehozás, a párkányzatnak ugye a galambok ellen kell, mert mindenki azt gondolja, hogy én nagy madárbarát vagyok, pedig nem, én ki akarom zárni az összes galambot, tehát hogy menjenek onnan a galambok, mert nem tudjuk helyrehozni azt a kárt, amit ők a palába csinálnak folyamatosan, tehát elképesztő. Ne beszélve arról, hogy felküldtünk volna közmunkásokat, és gyakorlatilag közlekedési jogok miatt nem vállalják, mert olyan mennyiségű galamb hulladék van a padláson, hogy maszkok nélkül, külön egészségügyi előírások nélkül nem lehet dolgozni. Tehát, hogy küzdünk azért folyamatosan, tehát csapataink harcban állnak. Folytatottam? Persze, nem tudom, milyen sorrendben. Hát, aztán elmentünk a tetőig. Tehát a pinceklub után. Kérdésem lenne, tehát nem leszek én hosszú. A stranddal kapcsolatban hallottam föl, tehát nincs. Viszont egy dolog érdekelne, hogy meg lesz uszoda, mert higgyétek el, hogy anélkül nem képes, tehát hiába lesz szauna, amikor meleg van, akkor a 10 éven felül itt már az élményfül, az élmény medence nem vonza. Ott a kicsi gyerekek. Rengeteg vendéget vesz itt azzal. Én elképettem a nyáron példa, unokáimmal megnőttek, úszni akarnak. Átmentünk Karcagra. Hát, hogy ott mennyi túrkevei volt, az úszó medence miatt. Felnőttek is. Tehát, hogy ez ha nem, aztán, tehát ez egy tényleg azért, mert biztos, hogy a nyárforgalmát többszörösére növelné, ha működne úszoda. Nem tudom, nyilván se okot, semmit nem tudok igazán. Aztán a könyvtárral kapcsolatban, akik ott voltak, mikor a döntés született, látták, tudták, hogy talán a legharcosabb védője én voltam a könyvtárnak, és ahogy most viszont elkészült és még kapott ott egy területet, meg megkapta a raktárnak a másikat, tehát sajnos azt kell mondanom, hogy befogtam a számat, mert esztétikailag van olyan, akár mai kortárs irodalmat keresek, gyakori könyvtárlátogató és kölcsönző vagyok. Minden, tehát a gyarapítás, állomány, gondozás az teljesen működik, és mindegy, hogy pszichológiától kezdve bármi szép irodalom, míg a legújabb szerzőknek a műveit is tudom olvasni. És ami ebből kihozható volt, ki tudták hozni úgy, hogy ebből egy működő intézmény lett, és számomra végül is most ez a fontos. Tehát nem arról, nem oda jutott, hogy fölrakjuk utánfutóra is, akkor hagyd menjen valahova elrohadni, ami nem fér, hanem amit megkapott még a könyv, az a terület, abból tudtak raktárat csinálni. Tehát és rendezvényre most is rengetegen voltak hétfőn, tehát folyamatosan gyerekeknek, egyébnek, és én mindentől kezdve befogom a számot, mert adta azt, amit nyilván a körülményekhez képest és az igényeket kielégítheti. Egy másik ital, a Berettyó körül, ami volt, hogy én arra nagyon emlékszem, akik látták, tudják, Pólya Palival csináltunk mi annó egy filmet, fel is rakta azt Pali nem is olyan túl régen, körbejártuk a Berettyót és hogy mi minden, piros pont, vagy nem, sok piros pont azért, hogy végre ezt ki lesz kötöl egyéb. Azt hogy fogja tudni, hogy ellenőrzi, hogy tudja elérni a város, hogy a hűtőgéptől kezdve a gumiabroncsokig ne oda tegyék már, mert ott, ami összejött, és ugye összetört a Budegyék. Tehát az nagyon jó, hogy ez végre van, és ez turisztikailag, ezt én már azt hiszem ismétlen magam, javasoltam, hogy nagyon, ha lengyelek vagy németek jönnek, mindig bicikliznek. És hogy ne kell oda beton, ha legyalulják a strandtól, ahogy lemegyünk, a strandtól legyalulják a felületet, hogy azon lehessen a terepbicikli is, meg akik túráznak, azok sem mindig a köves úton mennek, ha leállható legyen, az föl tud menni a gátra, és a gáton végig jönnek a híd felé, most már jó a Balai híd,
és onnan visszajönnek a strandra, és egy nagyot mártóznak. Nagyon sokan bicikliznek, és akkor, és erre nem az, tényleg nem kell ennek spéci fallagot vághatóan bicikliútnak lennie, hanem egyáltalán amin lehet tekerni, élvezetben, nagyon klassz az a környék. És akkor ez talán, ha így megoldható. Röviden, piszok furcsa az emberiség, meg az emberi faj. Nagyon sok ember, tehát hogy nagyon nehéz kimozdítani az embereket a saját meggyőződésükből, mert mindenkinek van egy szubjektív meggyőződése, amit tapasztal saját maga. Ez csak vélemény. Az az érdekes, hogy 2022-ben működött az oszoda, 2023-ban nem működött, és növekedett a forgalom. Semmilyen szám nem támasztja azt alá, hogy elmaradtak volna vendégek, mert növekedő vendégszámot tapasztaltunk. Ennek ellenére működni fog idén az oszoda, és tavaly nem azért nem működött, mert mi nem akartuk, hogy működjön, hanem azért, mert egy rettenetesen korszerűtlen, rossz technológia a strand. Ebből sokkal többet tud, Csaba csak nem szeret szerepelni, mert mondanám, hogy segítsen. Ennek a kerintető rendszere hihetetlen áramfogyasztó. Tavaly gyűrűzött be az a ukrán energiaválság, vagy Ukrániából adódó fegyverenergiaválság, mikor ilyen 250 forintos kilowatt áramok voltak, és gyakorlatilag az áramot kellett a legjobban fizetni. Ezért, mikor a strand üzemeltetés során Csaba azt kérdezte tőlem, hogy mit kezdjen az oszodával, és azt mondta, hogy 8 millió az, amivel hozzá tudunk kezdeni, hogy felkészítsük a szezonra, és talán a havi 2 millió lesz az üzemeltetése annak, hogy ez működjön, akkor én mondtam azt, hogy ezt ne kezdjék el. Mert egyszerűen nincs meg a gazdasági alapja annak. Nem azért, mert nem jön 14 millióval nagyobb forgalom egy nyáron ezzel, hanem azért, mert nem tudjuk, nem úgy gazdaságos, nem tudjuk üzemeltetni, úgyhogy az méltó legyen. Onnantól kezdve plusz, tehát megjelenik az, hogy plusz egy úszómester kellett, plusz helyre kellett állítani mindent, ez már önmagában ez mindig kell, de az, hogy háromszorosabb volt az áramköltsége, és ezt három hónapon keresztül fenn kell tartani, ezt nem tudtuk. Most a strandnak eljött egy olyan állapotba, részben a mostani strandvezetés én szerintem jó szerződéseket kötött az energiaellátása, tehát lefixált úgy áramokat, ami most jelen pillanatban jónak mondható és jobban tudjuk finanszírozni. Hozzáteszem, hogy a strandot is sújtja azért a baj meg a gond, mert igaz, hogy most az áramba jobb lesz, mint tavaly. Erre ugye most jöttek a csatorna meg a nem tudom milyen díjaknak a ilyen kétszeres meg háromszoros díjra emelései, mikor a kormány bejelenti, hogy közület rezsicsökkentés van, embereknek nem gyúlok hozzá a csatorna meg vízdíjához, de minden közületnek kétszeresére, háromszorosára emelem, mert veszteség van a lakosságon, és valaki fizesse ki. Tehát mindig van többletköltség. Tehát idén megint nem kampányelem lesz, mert én nagyon óvatosan félve megkérdeztem Csabát, hogy mikor nyithat ki ez a szoda, hogy gyereknap vagy ilyesmi, nem tudom, hogy nem. Gazdaságosan július közepén, július vége, mert nincs értelme hamarabb, és hogy ezzel biztos nem kampányolok, hogy ez oda lesz, de hát ez megint volt. De egy lényeg, hogy legalább a nyára, már a választások után, hogy mindenki lehűthesse magát, a úszoda már rendelkezésére fog állni, tehát hogy idén már működni fog. És mindazon túl, hogy jók azok a szerződéskötések, amelyek energiállátást segítik. Ugye nagyon nagy lépések vannak abban is, hogy a saját megújuló energiaforrásos rendszerek működőképesek legyenek. Ez azt jelenti, hogy évek óta küzdött a strand azzal, hogy a gyógyvíz mellett feltörő metán elégetésekből származó energiát hogy tudja hasznosítani. Nem túl jók voltak a hatásfokai ennek a küzdelemnek. Amikor én hivatalba léptem, akkor éppen a levegőbe engedték a metánt, és nem égették sehogy, mivel tudni kell, hogy ez környezetvédelmileg ugye azt jelenti, hogy be kellett volna zárni az egész strandot, mert ugye ez kötelező hasznosítani. Tehát, és most ugye szintén Csabáék egy olyan szerződést hoztak alá, hogy igaz, hogy nem a miénk a technológia, hanem bérlik, és valaki más üzemelteti. Ennek ellenére tavaly, ha jól emlékszem, de nagyon kérlek, nyugodtan cáfolj meg egy ember előtt is, azt hiszem, hogy azt mondtad, hogy voltak olyan hónapok, hogy pluszos volt az energiatermelésünk, és több energiát termeltünk, mint az egész strand, amit használt. Ez azt jelenti, tessék? Így van. Ez azt jelenti, hogy többlet energiánk lesz már idén, tehát könnyen meg lehet, hogy a strand üzemeltetéssel kapcsolatos üzemeltetési költségeknek megvan az energiafedezete, tehát ezzel már nem lesz gond. Tehát ennyit az első szodával. Könyvtárról. Biztos nem fogom bántani a könyvtárat. Az idejévi költségvetésben 1 millió 860 ezer forintot tettünk be könyvtárfejlesztése és könyvfejlesztése. Tehát, hogy szó nincs erről, hogy valaki le akarná építeni a könyvtárat. Én bocsásson meg nekem mindenki, ez lehet, hogy ezért, mert fiúból vagyok, de ugye én az vagyok, akinek, hogyha kedvesség közül lehet választani, meg egy csülkös pacal között, akkor az utóbbit választom. Tehát, hogy nekem az érzelmekkel nem sokan megyek, és ez emiatt azt mondom, hogy csak racionális szempontokat tudok figyelembe venni.
A racionális szempontok pedig azt mondják, hogy csökken a könyvtárnak az igénybevetsége, csökken a kiadott könyveknek a mértéke. Az emberek jelentős részben online olvasást éltek át az összes hírportál és napirendek között. És nem tudok érzelmi döntéseket hozni ebben. De én tudom, csak azért mondom, hogy ezekben a helyzetekben mindenkitől elnézésére egyszerűen számokat nézek, kis hercegből tetszik tudni, hogy a felnőtteknek ez a baj, hogy számokat néz, meg a számokat szereti, és minden ezt támasztja alá, hogy a mostani funkcióban a könyvtár el tudja látni és be tudja tölteni azt, amit egy városnak ezen a feladaton el kell látnia. Tehát én abban bízok, hogy működik. És akkor nézzük meg a járulékos hasznokat. A városnak nagyjából 10 éve terve van, hogy a teljes alumíniumból készített nyilázáró szerkezetet kicserélje a könyvtárnál, nem volt rá forrás. Úgy sikerült belealkudni a kormányablak létrehozásába, hogy a mi könyvtárunknak is végig meg kell nézni. Végig kicserélték az összes nyilázáróját, felújították az egészét. Rendbe tették a szennyvíz hálózatot, korszerűsítették a fűtési rendszert, tehát hogy összességében egy halomolyan plusz hozadékot szereztünk ezzel, amit egyébként nem lehet tudni, mikor tettünk volna meg. Tehát, hogy én összességében azt mondom, hogy ezekkel nagyon-nagyon sokat. Hűtőkidobás, meg minden ilyesmi. Vannak ilyen mumusaim, amik nem akarnak jól működni. A kamerarendszerünk egy ilyen mumus. Rendeltünk egy kamerarendszert, amiben mindig keverem a számokat, de azt hiszem, hogy 72 kamerának kéne működnie összesen, de a 4,5 év alatt még nem volt olyan pillanat, hogy 65 egyszerre működjön. Van, hogy 38 működött, volt, hogy 60 működött, de egyszerűen nem akar az összes egyszerre működni, mert ha minden működik, lefagy az informatikai háttér, vagy beszívja, vagy befonja a pók az elejét, mindig küzdünk ezzel a kamerarendszerrel. Ennek ellenére e területen is azt tudom mondani, hogy csapataink harcban állnak, tehát folyamatosan megvan a törekvés arra, hogy minden kamera működjön, ami a teljes közterületi rendszert lefedi. Ezen kívül van egy másik dolog, ami az illegális hullatlerakóknak a nagy ellensége, ezek a vadkamerák. A mezőri szolgálattal, amikor hivatalba léptem, az volt az első lépésem, hogy 8 vadkamerát szereztünk be, ami ugye ilyen kis kütyű, mozgással reagál, kint van valahol területeken, és rögzíti, hogy mi történik. Ezek mindent rögzítenek, tehát Göncé Bandinak, mikor vidám kedvé vannak, akkor ilyen gatyalatolós férfiakat szokott nekem küldeni, hogy miket rögzítenek a kamerák. A lényeg az, hogy tolvajlástól kezdve mindent felvesznek. Tessenek elképzelni, hogy a magyar állam engedélyezte a mobil szolgáltatóknak, hogy megszüntessék a 3G szolgáltatást. Azok egyik pillanattól a másikra leszerelték az összes 3G-s antennát Magyarországon, ezért a kameránk, az összes kameránk egyik pillanattól a másikra kukol. Tehát gyakorlatilag nem lehet használni tovább, ugyanis ezek 3G rendszeren működtek, csak úgy továbbítottak jeleket, és megszűnt a használhatóságuk. Ebből kifolyólag, és akkor mondom a másikat, választások jönnek, ez egy politikai sajátosság, ez azt jelenti, hogy ilyenkor nem emeljük kommunális adót, nincs mezővé járulékemelés, meg semmi nincs, mert így működik a politika, hogy ilyenkor nem lehet emelni, akkor is, hogyha kellene. A mezővé járulékokat ugye eleve nem emelte, tehát azért tud mondjuk népszerű lenni azok, akik ellen indulok, mert például 4 évig nem jutok ehhez hozzá. Csak az nem érdekelte őket, hogy nem nincs miből kifizetni a kilométerpénzt a mezőjövöknek, az nem érdekelte, hogy emelkednek a bérek és azt be kell szedni, és csak a mezőjőszolgálatból lehet. Tehát most a mezőjőszolgálat terhére, most első 4 kamerát megvettük, ami 5G-s, reméljük, hogy az 5G még egy darabig bírni fogja. Pont egy illegális hulladékberakás kapcsán, ahogy bejelentettük a beszerzéseket, már most az látszódik, hogy rögtön megvehetnénk még 4-et, mert vannak gazdálkodók, akiknek kifejezetten ezt támogatják, és a hibrid időszak előtt, ahol a legnagyobb ilyen megfigyelések kellenek, lenne erre igény, hogy még több kamerát tegyünk ki. Tehát ahogy tudom ezt fejleszteni, ezeket a vadkamerás rendszereket, az illegális hulladéklerakás úgy csökken. Ahogy a hálózati kamera rendszert tudom javítani, úgy fog nőni folyamatosan a felderítettség. Ez azt jelenti, hogy egyre kevésbé lesz az normális dolog, hogy valaki hűtőt vigyen ki a kis brettyópartra vagy bárhová, mert nem tudja úgy kivinni, hogy legalább 4-5 kamera ne rögzítse ezeket. Most, mikor felraktam a Facebookra, hogy a Galuska temető, vagy a bocsánat, vasúti temető meg a Bihari telep között milyen hulladéklerakás van, tehát 2 napon belül lett belőle rendőrségi feljelentés, 2 napon belül indult el az eljárás, ugye hulladékgazdálkodás ennyinek megsértése bűncselekményben indult eljárás, azon kívül, hogy majd lesz ennek polgári jogi vonzata is, hogy ott általában tanítani kell. Tehát ahogy ezeket tudjuk fejleszteni a 21. században, én azt gondolom, hogy hát, ha tudjuk csökkenteni ennek az igényét. Így is lesznek szakaszok, amiket nem tudunk elérni eredményt, ilyen a Kuncsorbai út, ahol valami miatt pont a, én nem tudom, hogy a emberek, gyorsan eszek,
Tehát hogy lehet, hogy mindig eljutnak a kuncsokba, jöttük ezzel a rohadt KFC-ben, mert a McDonald's-t én nem értem, de gyakorlatilag az árok végig van ilyen gyors étkezdés zacskókkal. Megveszi szólnak a McDonald's-ot, azt, hogy hát most már itthon vagyunk kuncsokba, jöttük, lehet kidobni. Tehát én nem értem meg. Ennek ellenére ilyen szakaszokat nem tudunk végigkamerázni. Tehát megvan az, amit nem fogunk tudni kezelni ezzel, de minden törekvésünk megvan arra, hogy a külterületeinket, belterületeinket a lehető legnagyobb megfigyelés alatt tartsuk, és ezzel legyen egy eltántorítás, meg egy felderítési százalék javítás a rendszerben. Abba bízok, hogy hát ha ezeket is fogja tudni kezelni. Igenis. Először is kérdezni, hogy van-e, aki... Ja, figyeltem, elnézést, nem vettem észre az utolsó elnézést. Akkor mondjam? És kérdezni, hogy van-e, aki a Kuncsorbai útra vonatkozó petíciót nem írta még alá, és alá szeretné? A petíciót nem lehetett tudni? Vagy honnan meg föltettek? Ott van. Azt is hozzá. Most csak nem lapoztál, Erzsike. Igen? Igen. De oda arra nagyon szívesen. Együtt alá vissza. Megnézték, és én jóvá hagytam. Akkor tűnt a fontosok. Nyugodtan, akkor tessék különíteni. Figyelj, Erzsike. Az Erzsike véleményére csak annyit, hogy én júniusban szerveztem diákoknak programot, egymás hegyén hátán voltunk, és illegálisan a csoport felét átküldtem oda, ami éppen átadandó terület volt, mert kint esett az eső. Nem lehetett ott megcsinálni a rendezvény külső vagy másik részét, amikor a fia is pályázott. A végére odaért, na mindegy. Nem ez a lény, tehát nem ezt el akarok szólni, hanem az önkormányzat épületével kapcsolatban. Tiltakozom úgy is, mint a helyi értéktár, vagy igen, bizottság megbízott vezetője, hogy oda pala kerüljön. Alig van épület, amit megőriztünk, mert az előző évtizedekben a fő tér két oldalát ugye lebontották, és lett csodálatos emeletes házak sora. Ha még az önkormányzatot is elrontják. Bocsánat, az elmúlt 41 évben nem tetszett tiltakozni, mert azóta az a pala van rajta, amiről beszélünk. Tehát, hogy tehát mi nem most teszünk rá palát, hanem 81-ben valaki feltette, és azóta ez így van. Csak most úgy van, hogy egy szürke, egy piros, kettő lyukas, egy szürke, egy piros, kettő lyukas. Ehhez képest az egységes piros, az szerintünk jó lenne. Azt szeretném mondani, hogy 1899 őszén adták át az épületet, gyönyörű tervrajzok, írások, minden van az épületről, abban az állapotban kellene a külső megjelenését. Egyetértek, már csak a pénz kell hozzá. Nem vitázunk egymással, semmit nem vitázunk. Itt az a kérdés, mikor döntést kell hoznunk, egyértelműen az az irány, amit igazgató asszony elmondott, az a helyes. Senki nem ad rá pénzt, hozzáteszem, tehát erre nincs pályázatunk. Bel akartam tenni az energetikai pályázatba. Nem tudtuk beletenni, mert helyi védett az épület, és nem engedi, hogy átalakítsuk, szigetelést tegyünk el, felújítsuk külső homlokzat. Tehát a helyi védettséggel úgy lábon lőttük magunkat, mint a veszedelem, nem tudunk hozzányúlni az épületet, ez egyik. Kettő. Nekem egyszerű döntésem van. Most jelenleg elmondtam, szürke piros lyuk, szürke piros lyuk, így néz ki a tető. Valahol Facebookon a Kisendre nevezetű vállalkozó tett fel ilyen légi felvételeket egy oldalon, hogy néz ki fel a tető. E közül lehet választani, vagy lehet a közül, hogy mondjuk egységes piros legyen és ne ázzon be. Tehát a kettő közül. Nyilván van harmadik vállalat, hogy gyönyörű szép cseré, meg mondják nekünk most, hogy kerámia cseré, vagy nem tudom, mi volt, ami ilyen szép lenne, meg jól. Értem. De hát, honnan fogjuk kifizetni? Tehát, hogy elmondtam, én sem mondtam. Mindig a rosszabbikat választjuk. Nem nézzük a jövőre. Jurika, nem választottunk még. Tehát ez is egyelőre politikban is, hogy választottunk. Tehát pont ezen megy a dilemma. Februárra kértem a kollégáimat, hogy hozzák be a testület elé az anyagot.
Azért nem kerül be, mert nem tudott választani a testületben a bizottság. Azt mondták, hogy szedjük le, mert nem tudjuk, hogy pala legyen, vagy cserép legyen. Ha cserép lesz, nem tudjuk, milyen cserép legyen. Ha nem kiválasztanánk, hogy milyen cserép legyen, nem tudjuk, hogy annak a tetőszerkezetnek 10%-át, 20%-át, vagy 50%-át kell kidobni egy az egybe, és leszedni mindent, és új fákat előszedni. Azok a gerendák, amik ott vannak, nem ilyen mostani boltba vehető 20-20-as gerendák, hanem olyanok, amiket nem tudjuk, hogy honnan szerezzünk be. Tetszett, hogy figyelemmel kísérünk a Notre Dame-nak a felújítását, mikor leéget, hogy nem tudják a mai technikával előszedni az anyagokat. Ennek elő lehetne, csak nem tudom, ha van-e normál alapja annak a pénzigénynek, amit erre rá kell fordítanunk, hogy helyre jöjjön. Nekünk meg megoldás kell, mert lehet azt mondani, hogy most nem csinálunk semmit, mert nincs elég pénz, mert ez az alternatíva. Vagy csinálunk valamit, de erre jön az, hogy ha most megcsinálnánk azzal a technológiával, a palával, tessék nekem elhinni, tessék megnézni, tehát csomó képet megnéztünk, tehát műemlékeket újítanak így fel, ugyanilyeneket, vacak, szürke palák vannak lyukkal, és egy gyönyörű, egységes vörös tető lesz, amit távolról nem mondanak meg, hogy nem cserél. Az a kérdés, rendben van, hogy a pala nem autentikus, meg alatta, csak az a kérdés, lesz-e valami? Mert ha az lesz a vége, hogy 70 millió nettóba kerül, akkor az egész ott kezdődik. 50 millió nettót már most így is azt mondja, valami kárajánlat előtte. 50 millió nettót előtt, onnantól kezdve közbeszerzés az egész. Onnantól kezdve az árak elkezdenek felfele menni. Fűfavirág be fog pályázni rá, ami még nem lenne baj, hogy olcsóbbat kapnánk ettől a lából, de nem tudjuk kifizetni. Tehát most is az van, hogy a saját közhatalmi bevételeinkből fordítunk erre pénzt, mert nem tudjuk előteremteni máshonnan. Mert a pályázatokon nem tudunk elindulni, mert a helyi védettség miatt ugyanúgy kell kezelnünk, mint egy műemléképület lenne. És ugyanezzel szenvedtünk végig az oroszlán vendéglőnél is. Tehát nem az a kérdés, hogy hogy lenne jobb az eredeti ácsolat, vagy ez a szöglemezes megoldás. Persze, hogy nem jó a szöglemezes megoldás. Persze, hogy nem autentikus. Csak nem ez volt a választás, hanem az volt, hogy megmentjük az épületet, vagy nem mentjük meg. És hogyha megmentjük, akkor meg azt a megoldást kell választani, amire megvan a forrása. Ugyanez van a polgármesteri hivatal tetejével. Tudom, hogy nem szabad, tudom, hogy jó lenne a cserét, tudom, hogy az lenne a szép. Az összes kollégám azt mondja, hogy az legyen. Csak azt nem mondja senki meg, hogy honnan szedjek hozzá a pénzt. Mert hogyha azt mondják az emberek, hogy legyen cserét, összedődjük azt a maradék 25-30 milliót, akkor azt mondom, hogy megköszönöm szépen, és mondhatok két imát is tiszteletben a város lakosságáért, de nem tudjuk ezt a szemét. Nekem meg döntenem kell, és a döntésem az, megmentjük, vagy nem mentjük meg. Úgy megyünk neki az ősznek megint, hogy a műszak, azért mondom, azért nézek ilyenkor edóra, mert a műszaki osztályban alatta a napelemeknek, és ott állzik be legjobban. Tessék elképzelni, hogy ilyen egy köbméternyi papír, az ott állzik számítógépestől minden estől, mert este leesett egy eső. Ezt felszámoljuk ezt az állapotot, vagy nem számoljuk fel? Ott van nem tudom mennyi, 15 kW-nyi napelem, aminek a töredéke nem tud működni, mert vacak az egész. Nekem arról kell döntenem, leszedem, megcsináltatom az egészet, akkor alatt a tetőt rekonstruálni kell, vagy nem szedem meg. És az a baj, hogy az elmúlt sok-sok évben mindig amellett döntöttek, hogy nincs elég pénz, akkor nem szedjük le. És ez van a közútállapottal, meg ez van minden mással is, az oroszlán vendéglővel. Tessenek megnézni, hogy amiket elmondott. Az oroszlán vendéglő most mondott el? Nem, 2002-ben lett életveszélyes, most kellett helyreállítani, elmaradt. A buszpályúdva 19-ben romlott el? Nem, 15-ben romlott el, nem tudtak vele mit kezdeni semmit, ugyanúgy helyre kell állítani. A polgármester hivatal most ázik be? Nem most ázik be. 20 éve kellene felújítani a tetőt, 15-ben rátettek egy napelemet, ami óta még kétszer annyira beázik, most kell helyreállítani. A közutak most romlottak el? Minden itt maradt a nyakunkon, folyamatosan helyre kell állítanunk dolgokat, én meg, mint valami rossz diák, magyarázkodok egyfolytában, hogy bocsánat, nem készültem. Tehát, hogy egyfolytában azon vagyok, hogy megmagyarázzam, hogy nem tudok csodát tenni ennyi forrásból. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezek helyre jönnek. Önnek mindenbe igaza van. Egy szót nem vitázok önnel. Csak azt kell megérteni, hogy most jelen pillanatban 53 millió forintunk van, és hogyha abból nem csinálunk tetőt, akkor az ezévi költségvetésben nem lesz tető felújítás. Az a kérdés, hogy ebből mit lehet megcsinálni. Belementem volna már bármibe. Mondtam, hogy csak ki külső oldalát újítsuk meg. Csak a napelemet újítsuk meg. Mondták, hát itt nem lehet, mert itt vannak a szakemberek, nem lehet úgy terhelni a tetőt, hogy egyik oldalra teszek egy hódnehéj cserepet, más oldalt marad a pala, mert ugye teljesen félrehúzza az egész tetőt. Meg kell csinálni az egészet. Ha leszettek az egészet, akkor a faszálkezetet kell rekonstruálni. Bocsánat a kifejezésekért. Robi, úgy is azt mondják, hogy ez a testület mindig kéreget. Én a te helyedben cserepegyes.
akciót hirdetnék, olyan adakozási kedv van Túlkevén, mint még soha. Tehát ilyet még nem tapasztaltunk, és biztos, hogy lenne értelme. Nincs már dohány. De legyen. Ki kell tenni a lányokat, és a Európa. Tehát egy a lényeg, most jelen pillanatban azt se tudjuk, hogy hogy tudjuk megcsinálni a tetőt, ugyanis ha a felújítási költség el fog érni a nettó 50 milliót, akkor kicsúszik a kezünkből az egész. Tehát onnantól kezdve a közbeszerzési eljárás lesz. Tehát most meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni ebből. Úgy tudom, hogy van olyan vállalkozó, akinek tisztázó kérdéseket tettük fel, hogy mutassa be, hogy mi a műszaki tartalom. Más vállalkozó ma volt fent, hogy megnézze a faszerkezetet, hogy felmérje, hogy mennyit kellene cserélni. A harmadiknak kaptunk, mondom, egy 24 oldalas anyagot, hogy ő ezt tudja nyújtani, és ebből lehet komplex. És ezeket a teljesen összenemhasonlítható anyagokat fogjuk összehasonlítani, és a lehető leghamarabb dönteni. Egy biztos, miután az éjszéke nem biztos, ebből kifolyólag a júniusig én ezt ki fogom szerződni valakivel, hogy azt már senki ne vesse ezt a pénzt, ez a tető az mindenképpen elkészüljön, tehát valami majd lesz, de az biztos, hogy ilyen a tavasz folyamán ki fogom szerződni ezt, és aláírom a szerződést, hogy legalább a városháza körülményei biztosítottak legyenek. Igenis. Kérdést szeretnék feltenni, egy kicsit talán ezt így hosszabban, hogy érthető legyen az álláspontom ezzel kapcsolatban, hogyha megengedik. Hát borzasztó bosszantó ezt hallani, hogy nincs pénz erre, nincs pénz arra. Én az utak helyretételét nevezném meg a legfontosabb prioritásnak, és én ezért is indultam, és lehet, ha most ezt felvállom, ha most esületi tag lettem volna, akkor nem feltétlen támogattam volna az oroszlán vendéglő rendbetételét, főleg, hogy lassan halad. De viszont akkor meg összeborul az az épület, az a nem tudom hány éves épület, ahol a 48-as hőseink is elindultak a szabadságharcba, és akkor is megszakadt volna a szívem. És ez a borzasztó, hogy nincs egyszerűen elég forrás, nem jön fentről. Amikor én bejelentettem elsőként, hogy indulok képviselőjelöltnek, nem tudom, valaki küldött egy cikket, hogy már a 24-ben az önkormányzatok annyi támogatást se kapnak, mint 19-ben, holott az infláció irdatlan mennyiségű volt. És 2029-ben már most megjósolom, hogy még annyi támogatást se fogunk kapni, mint amennyit most kapunk. Úgyhogy az infláció ki tudja mekkora lesz. És a probléma az rendszer szintű. Az rendszer szintű a probléma, és nem feltétlen az, hogy persze nem mindegy, hogy ki a polgármesternek, hogy mennyire jól kezeli a pénzt, de annyi probléma van, ha csak az utcákat nézzük, és egyszerűen nincs akkora költségvetése a városnak, hogy ezt megoldjuk, és ezt orvosolni tudjuk. Ez tény is való. Én ezért is indultam, hogy erre két Joker kártya van talán a sebünkben, és majd a 19-én, amikor én bemutatom a programomat, akkor ezt részletesen kifejtem, de már itt felidegesítettem magam, hogy mindig, és tényleg nem így jó, van, hogy nincs semmire pénz. Kampány. De semmire megyünk át. Igen, de most ez egy lehozunk, ez még itt nem a kampány. És a pár kérdésünk ott várjuk szerintem. Mi a kérdés? Akkor nem mondjam, kíván, elmondjam. Hát nem, az nem, már a kérdés. A kérdést kérjük. Rendben, akkor hogyha nem, akkor azt nem fogom elmondani. A kérdés az, hogy tudnál-e polgármester úr egy olyan adatot mondani, hogy most a mostani évet nem kérdezem, de például a tavalyi évben az útfelújításokra a költségvetés hány százalékát fordítottad, és ha maradsz polgármesteri széka, akkor hány százalékát fordítanád az útfelújításra? Köszönöm. Ákos, ugye? Igen, Ákos. Ezekre nincsenek, tehát politikusok szeretnek ilyeneket mondani, de én nem fogok. Azért, mert, bocsáss meg, tehát nehogy félreérts, tehát semmi bántó szándéka nincs, már butaság lenne ilyen választ adnom. Mert a százalékos meghatározás teljesen megfoghatatlan. Azért, mert egyik évben 1,8 milliárd a város költségvetése, másik évben 3 milliárd a költségvetése. És ebből mondjuk, hogyha 20 milliót vagy 50 milliót fordítok, nem ad választ arra, amit te mondasz. Ugyanis a város költségvetése tartalmazza a pályázati forrásokat minden esetben. Ha én céltámogatásokat nyerek el mondjuk a strandra, vagy a mozira, vagy bármire, az a nő arányaiban
a város költségvetése. Ebben az évben, mióta építőmester vagyok, ebben az évben elértük először a 3 milliárd fölötti költségvetést. A 3 milliárd forintból 1,7 milliárd csak pályázati pénz. Tehát az kizárólag pályázati. Ezért most, hogyha megnéznéd a statisztikát, akkor tavalyhoz képest százalékosan kevesebbet fordítunk közútra, mint tavaly. Mert tavaly 1,8 milliárdból néztük a százalékot, ugyanakkor ha azt nézzék meg, hogy tavaly 27 milliót fordítottunk, idén meg 190-et fordítunk, akkor meg azt látnád, hogy a sokszorosan nő. De még ez sem van pontos választ. Ugyanis abban a 190 millióból, amit elfordítunk idén, ebből 120 milliót céltámogatásként nyertünk el kifejezetten belterületi útra. Ugye nincs, ebben nincs benne a külterületi út, mert az külön 315 milliós tétel a Balai út meg az ilyenek. Tehát bele fogsz jönni. De nem jó, nem kioktatni akarok, beszél a szavammal mondom, csak magyarázni. Tehát, hogy a százalékos arány nem ad egy pontos adatot. Azt tudom neked mondani, hogy tavaly 50 millió forint körül volt az, amit 25 milliót fordítottunk fenntartásra, 25 milliót fejlesztésre, 25 milliót adattunk a városgyűlésnek, hogy kártyúzzanak belőle minél többet, 25 millióból már megrendeltünk külső megrendelőktől útjavításokat. Idén ez a tétel úgy néz ki, odaadunk 25 millió forintot a városgyűlésnek, hogy kártyúzzanak folyamatosan, plusz 50 milliót félretettünk arra, hogy magunk saját pénzünkből újítsunk fel, plusz 110 millióból pályázatból újítunk fel. Ennek ellenére, hogy ez a többszörösére nőtt, vagy négyszeresére nőtt mondjuk, hogyha 200 milliót, 50 millióhoz hasonlítom a forrás, lehet, hogy az arányaiban csak azért csökken, mert tavaly 1,8 milliárd volt a város költségvetése, idén meg 3 milliárd. Követhető vagyok? Igen. Tehát egy a lényeg, hogy százalékosan nem merem megmondani. Mikor egy országnak gazdálkodik, tehát hogyha az ország költségvetéséről kellett tárgyalnom a parlamentben, akkor az ország GDP-jének arányosan, tehát a nemzeti összeteménynek arányosan, meg lehet mondani, mennyit fordítok oktatáspolitikára, honvédelemre. De egy városi költségvetésben ezt nem lehet megmondani, mert egy halom külső tényezőtől függ. Rettenetesen nehéz objektíven értékelni ezeket a számokat, és óvatosságra intelek az ilyen hírekkel, hogy mennyi pénzt kapnak. Képzeld el például, hogy 200 millióval nőtt az állami normatívája a Túlkevei város költségvetésnek, 200 millióval egy év alatt. Csak éppen úgy, hogy ehhez kötelezettséget hozzátett az állam 230 milliót. Ugyanis azt csinálta, hogy tehát eleve miből idén 3 milliárd a költségvetés, ebből az állami normatíva, amit ide adnak, biztos nem tiszteletlen, hogy így van? Nem. Ebből az állami normatíva tavaly 620 millió volt, idén meg 820 millió. Megláttam, jön a kármán, mit mennyit fog költeni, de jó lesz. De nem így van, mert egy húzással megemelte ugye az összes pedagógusnak a bérét, és azért tett hozzá 200 milliót, hogy ki tudjam fizetni egy részét, mert mondom, hogy 230 millióval többet költségem keletkezett, és ugyanakkor meg 200 milliót idődött az állam. Tehát nőtt a normatívám összege, de leterhelte feladattal. És ezért az sem válasz a kérdésre, hogy a normatív összege, mert hogyha én most kormánypárti politikus lennék, azt mondanám, túl kevénynek 200 millióval többet adtunk. És igaz az állítás. Csak éppen a pedagógus béremelkedések, ide teljes óvodai rendszert még ilyeneket mi fizetjük, ez elviszi a kötelező bérbe. És ezért nem egy valós szám. Ugyanígy, hogyha csökken a város költségvetése, az sem egy valós szám. Ugyanis mindenkitől elnézést kérek, főleg ma a titkártól, őtől örökké kérek elnézést, hogy én nem vagyok fideszes és nem veszek fideszes. Tehát én nem szeretem a Fidesz, tehát mindenki nézze ezt el nekem. Tehát ebben az esetben a költségvetésnél ez sem mindent, ugyanis az állam központosít. Én nem szeretem többek között azért a Fidesz, mert kiüresíti az önkormányzatokat és megszünteti a helyi demokráciát. Egy jó demokrácia úgy működik, hogy a lehető legalacsonyabb szinten születnek meg a döntések, hogy te, meg Margitka, meg az igazgatóasszony, meg itt mindenki bele tudjon szólni, hogy mi történik az utcájában. A jó demokrácia az, mikor egy demokrata hatással van a döntési mechanizmusra. Ehhez képest a döntéseket központosítják, és nem tudunk beleszólni már lassan semmire. Mikor csökkent a költségvetés a városnak idén, az többek között azért volt, mert elvitte az orvosi ügyeletet, és az orvosi ügyeletnek a teljes költségét átvállalta magára. Igaz, hogy ezzel 20 milliós normatívától elestünk, de egy 40 milliós kiadástól is elestünk, mert ehhez 20 milliót hozzá kellett tennünk, hogy ugye már üzemeltessük az orvosi ügyeletet. Ezt csinálta a védőnői rendszerrel. Egy tolvonással központosította az egészet. Pál utcai fiúk mindenkinek ismerős, magyar állam előszeretettel használja az Einstein intézményét. Azt mondja, hogy minden infrastruktúrát elveszek, egyáltalán az épületet, meg az eszközöket, meg a fűtést, meg mindent, ez innentől kezdve az enyém, és átveszi az embereket. Ilyenkor csökken a város költségvetése, mert a védőnőket honlapon nem én fizetem, igaz, hogy semmilyen hatással nem is tudok most már rá lenni, hogy csináljanak, meg hogy dolgozzanak, meg semmilyen nem vagyok hatással.
de elvett egy feladatot. Tehát a normatíva összegének a változása sem ad egy pontos képet arról, hogy a mi pénzügyi helyzetünk hogy alakul. És van még egy, amitől Bennett, ez a legviccesebb az egészben. Van egy olyan mutató, amit úgy hívnak, hogy adóerőképesség. Az adóerőképesség úgy néz ki, hogy ugyanakkor nagyon, mert közben nem. Meg itt nem irodalom magát, hanem számítani jogát tartok, tehát hogy nem. Az adóerőképesség úgy néz ki, hogy egy önkormányzatnak joga van beszedni pénzeket. Ebből is vittek el, ezért sem szeretem a Fidesz, mert gépjárműt elvitték és osalták vissza, és ugyanakkor meg tőlem várják, hogy tegyem rendbe a utakat. Tehát a gépjármű adóval mondjuk egy 20 millió eltűnt. És az adóerőképesség azt jelenti, hogy az önkormányzat a saját maga által bevett vagy beszedett közhatalmi bevételeket gyakorlatilag elosztja a lakosság arányával. Ez az adóerőképesség. Mennyi pénzt tudok beszedni kommunális adóból, iparőzés adóból, meg minden más járulékból, meg ilyenekből. Ezt elosztjuk. Most képzeld el, hogyha nem változik semmit a beszedett díj mértéke, de közben kiköltöznek 50-en a városból, akkor kevesebben osztjuk ugyanazt az adót, és növekszik az adóerőképességünk. Ez a nonsense. Olyan, mintha gazdagabb település lennénk, pedig semmit nem csináltunk. És most tavaly ugye 120 millióval többet szedtünk be, ez arányosan megnövelte az adóerőképességünket, viszont ilyenkor csökkentik a normatívát a kötelező feladatokra, mert huncutok, mert zsivánok. Tehát nem azt mondja, hogy egy önkormányzatnak így kell, ha nő a bevételem, ezt megmondom őszintén, hogy van, ahol jogos. Tehát ennek van racionális alapja, mert buták ezek, tehát hogy Budajos esetében, ahol mondjuk az összes nagy IKEA, meg Tesco, meg ilyesmi logisztikai központja van, akinek a kiköltési adó bevétele 11 milliárd forint, és soha nem tudta még elkölteni a pénzét, mert nincs egy közútja, meg közintézmény, hogy ezt el tudja költeni, ellenben minden utcára tud tenni egy szobot, meg mindent, mert mi a francot csinálja sok pénzével, ott ez nagyon-nagyon sokat számít. De a hozzánk hasonló települések nagy részében alig számít valamit. Ami neked fontos lesz, ha képviselő leszel, a saját közhatalmi bevételének a felosztása, mert ami ebből nincs leterhelve, arról döntünk valójában mi. Ugyanis nekem megmondja azt, hogy adok normatívát, tök mindegy, hogy 600 milliót vagy 800-ot, ahhoz teszek kötelező feladatokat, azt el kell költeni, és ebből a saját közhatalmi bevételből ki kell ezt egészítenem. És van egy maradék összeg. Ez volt, hogy 20 millió volt, hogy 50 millió volt, hogy 200 millió volt. Valójában ennyi a döntésem. A 3 milliárdos költségvetésen belül ennyiről kell döntenem, hogy ebből mennyit adok sportra, mennyit civilre, mennyit költök a közutakra, mennyiből fordítom a oroszlán vendéglőre, hogy megmentsem. Az, amit elmondtál, hogy ha a képviselő lettél volna, hogy döntöttél volna, közel állt hozzá a testület, hogy így döntsön. Tehát ebből volt vita. Sokan azt mondták, hogy ilyen rossz állapotban lévő épületet csak bebújítani lehet. Igaz, hogy az előbb elmondtam, hogy én ugye csinális faca mellett döntök, hogyha érzelem meg racionalitás mellett kell dönteni. Ennek ellenére ebben az esetben a érzelem mellé álltam, hogy hát tényleg a város egyik legpatinásabb. És akkor mondom neked a jó hírt. Ennek töredéke volt saját pénzünk. Tehát céltámogatást szereztünk rá a belügyminisztériumból, hogy megmentsük az épületet. Ezt a céltámogatást azért szereztük, hogy az oroszlán vendéglő teteje. Igaz, hogy nem jött ki 22 millióból, hanem lett a vége, hogy 27 vagy 28, és kellett valamit tenni, de kicsiről kellett neked dönteni. 7 millióból egy utcát tudtál volna megcsinálni, így meg tudtad menteni az épületet, mert volt hozzá a 22 millió céltámogatás a belügyminisztériumból. Azért, hogy jót is mondjuk a kormányra, mert amikor választási év volt, kaptak egy kis plusz pénzt, hogy nehogy bántsuk a országgyűlési képviselőt. Tehát a lényeg az, hogy céltámogatásból a belügyminisztérium segítette ezt. Tehát ezeknek a mutatóknak a értékelése nagyon-nagyon sok szegmens kell figyelembe venni, mert ez benne van abban, hogy ellátandó feladatokhoz kapcsolódik, és emiatt nagyon nehéz. Tehát bocsánat meg, nem akarok politikus választ adni, de nem szeretnék neked százalékos választ adni. Azt tudom mondani, hogy ha rajtam múlik, és növekszik a saját közhatalmi bevételünk, ezáltal növekszik a saját szabad felhasználású pénzünk, akkor folyamatosan növelni fogjuk az arra fordítható összegeket, hogy az utak javuljanak. De csak arányosan, mert minden másnak is javulni kell. Mert ettől még igaz, hogy érthetőbb lesz egy halom utca, de még egy halom dologban van teendőnk. Nagyon-nagyon kérem, tehát nem is tudom, hogy ha semmi más nem nézel, csak itt szétnézel az átlag életkorra, és megállapítod, hogy ebből te hova tartozol, ebből az átlag életkorba, ebbe kell lépnünk. Hogy lesz ez a 20 éveseknek egy vonzó település, mit kell tennünk annak érdekében, hogy helyben akarjanak maradni. Látom itt, hogy ki az, aki még kisgyereket vállal, meg ki az, aki még helyben tartja a gyereket, ugye van egy-két fiatal anyuka, apuka itt, aki küzd ezzel. De nekünk azt kell megtartani, hogy hogy tartjuk meg a népességet a 21. században, mikor a teljes Európai Unióban a vidéki térségek kifelé üresednek. Az egész Unióban, nem Magyarországon, mindenütt. És mi ezzel küzdünk.
küzdünk azzal, hogy a demográfiai életfánk 60 év fölé közeledik, és előregedő az egész település, és 25 évet, hogyha várunk, akkor a népességünk 2000 alá mehet. Ezzel kell küzdenünk. Azzal kell küzdenünk, hogy hogy lesz a város élhető 50 éven belül, míg miért te oda jutnál, hogy már a gyerekek akkorák, mi lesz Túlkevén? Lesz-e megélhetés, lesz-e mezőgazdaság? És ezeket párhuzamba kell állítanunk a közúttal, mert az infrastruktúra csak egy dolog. De itt tartani embereket csak közúti javítással hidd el, hogy nem lehet. Programokat kell biztosítani, koncerteket kell hozni, kulturális életet kell fejleszteni, könyvtárat kell fejleszteni, hogy ide találjanak, beszélgetéseket kell szervezni, és ezt is növelnem kell az infrastruktúra mellett. És bocsáss meg, hogy ilyen hosszan válaszoltam, és nagyon-nagyon kérlek, hogy nehogy kioktatásnak vagy egy ilyesmenet beszámolóban nem volt bennem semmilyen szándék, csak annak a bonyolultságát akartam szemléltetni, hogy ezek a számok, meg a százalékok mennyire nem adnak egy objektív képet arra, hogy mi a jó döntés, és mennyire hiteltelen lenni a saját szememben, azt mondtam volna, hogy százalékosan növelem, mikor azt tudom, hogy minek a százalékát fogom nézni. Nem vettem annak, mert köszönöm a választ. Meg én köszönöm, hogy nem vettem. Csak én tényleg, már én nem a kombány szolgálatban nem jól használ, mint nekem arra vonatkozik, hogy itt a kamatosság, és azt elfogom majd máshol. Ez az, amit mondtam a vezetőben, mi is érezzük ezt. Mi is tudjuk, hogy mindenki az utok ilyen lobbizik. Ettől még nem mondhatok rá. Tehát hidd el, hogy már egy ilyen kicsit már imádkoztam a Covid-ért, hogy olyan jó, hogy májusra bezárnak a rendezvényeket, mert a Juhász Fesztiválról megcsinálik vagy egy-öt utcát. Ennek ellenére nem mondtam, hogy lehozza át a Juhász Fesztiválról, én nem szeretem. Ez igaz. Azért, mert a pénzemben elégedjük a pénzt, tehát hogy... Tehát ennek ellenére ugye ezek ilyen döntések, hogy és ráadásul a testületi munka, lehet, hogy majd ezt is meglátok, ez egy közösségi dolog. Én egymagam indultam el, és nekem meg kell győznem embereket, hogy és ennek az embereknek mindenkinek van egy saját küldetéstudata. Van, aki azt mondja, hogy a gazdaságot kell erősítenünk, van, aki azt mondja, hogy csak az utcák a fontosak. Tóth Lajos az gyakorlatilag hetente háromszor bejön, hogy hol, milyen közterület nincs rendben, és hogy lesz rend a városba. Piroska az, mióta ott van az ott egyfolytában a strandot, hogy lehet jobbá tenni, hogy ne legyen koszos elefolyó, meg így tovább. Mindenkinek megvan a saját küldetéstudata, amit szeretne valahogy érvényesíteni. És nekünk meg egyensúlyozni kell, hogy ebből a kevés pénzből hogy tudom mindegyiket egy picit rendezni, hogy mindenkinek jusson. Már sokat beszélek, már megmondtátok magatokat. Na, akkor további kérdés? Igenis. Hogyne. Én a Sötét Mihály úttal kapcsolatba szeretném. Valami megoldást lehetne találni arra, hogy a Sötét Mihály útról, a járdáról ki lehessen menni a Bethlen Kábor utcára. Most nem lehet kimenni a Bethlen Kábor utcára? Zöldfelületről nem. Tehát a Sötét Mihály úton. Mármint gépkocsival? Nem. Gyalog. Elmondom, hogy mi. Csupa kucsoljon fel hozzá. Hány évet ez? Nem. Elmondom. Azért voltam ilyen kiváló az, amit tetszik mondani, mert hogyha ön kocsis lenne, és azt kérte volna, hogy nem szeretne a házától messze parkolni, hogy az oldjon meg, mert ott lakóknak egy jelentős része eltállal beszokott lenni, hogy azonnal csináljuk a közpénzen neki parkolót. Tehát ezt biztos, hogy nem tudtam volna megígérni. A járdát most megígérem. Tehát, hogy a összekhozta itt van, a lehető leggyorsabban megcsináljuk. Van, azért merem megígérni, mert a közmunkaprogramunkban szerencsére olyan mennyiségben termünk még mindig térkövet, hogy azt el fogjuk tudni helyezni. Tehát nem tudom, hány nézetméterről lehet szó. De hogy ez most nem arról van, nem arról. Végig ne. Ja, bocsánat, igen, tessék, ki volt, azt hogy a járdát az nem a járdát. Hát a járda az megvan. Igen. Viszont annyira keskeny, és az esőbe a gépkocsik, amik a parkon keresztül kimennek a Köves útra, használhatatlan. Én január 6-án olyan szépen megfürdöttem a kocsolyába, hogy gyalog voltam, mert a Köves útra nem tudtam kimenni, mert ott elállják a kocsik, ami szárazon még át tudtam volna jönni. Elmentem szépen a járdán, ott olyan kocsija volt, meghúztam, és ilyen gödörbe, amit a kocsit kitaposnak, én akkor megfizettem. Jó, mondom a jó hírt. Ő lehet a szavazón. Én azt mondom.
alapvetően ott a kocsisokkal küzdünk. Tehát nekünk ott a legnagyobb probléma az, hogy mindenféle engedély nélkül zöld területi parkolásokat csinálnak, amely egyébként tiltott a keresztben is, és tiltott a belső szabályzatomban is. Felajánlottuk azt, hogy segítünk pénzzel, hogy parkolókat alakítsunk ki a társasházaknak, senki nem akar rajta kapni. Ugyanakkor előbb vagy utóbb, az lesz a vége, ha újra választanak, akkor fel van írva a január 10-ei feladatok közé, mert választások előtt ilyet nem mondom, hogy le fogjuk zárni a gépkocsi forgalomtól azt a kis szakaszt, mert elegünk van abból, hogy nem tudjuk helyreállítani a zöld felületet a területen belül. És tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon feszült dolog lesz a gépjármű tulajdonosoknak ott, de nem tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Azért mondom, hogy ön lehet nyugodtan a szavazó, mert teljes mértékben mi is azt gondoljuk, hogy ott közparki és gyalogos funkciókat kell feltartanunk ezen a területben, úgy, mint ahogy az IAT-ben a szerepel. Úgy, mint ahogy a szabályok mondják, hogy ott nem lenne szabad beparkolni a területre, ennek érvényt akarunk szerezni. Tehát jelen pillanatban járda rekonstrukciót, járda javítást tudok ígérni, meg tudom ezt tenni, hogy a lehető leggyorsabban ott normalizáljam ezt a helyzetet, de biztos vagyok benne, az út, akkor mondok egy politikai titkot, nem jutok. A népszerűtlen intézkedéseket most kell megcsinálni, mert a következő ciklus választás elfelejti. Nem tudják már akkor mikor készült, tehát ennyi működik a szavazók. Tehát az ilyen népszerűtlen dolgokat, hogy a kocsikat onnan ki kell zárnunk, ezeket még az idén meg fogjuk tenni, hogy válaszolnak bennünket. Mert ez egy tipikusan olyan népszerűtlen intézkedés, amit nem mernék most bevinni, mert konfliktusokat szülne, meg aláírásokat kéteni ennek a kézetésben. De ez már engem ők is van, nem fogja kérni. Tehát az biztos, hogy ez egy rettenetesen rossz helyzet az egész Settingenhelyi környéke. Nagyon-nagyon nehezen boldogulok ott bármivel, mert nem partnerek a társasházak a tárgyalásban. Mondom, felajánlottuk, hogy közpénzből segítünk abban, hogy szálljanak be ők és a parkolókban. Volt egy kör, akkor felajánlottuk azt, hogy segítünk közterülettel, hogy garázsokat lehessen építeni saját magunkra. A Petőfi téren, ami van garázs a hivatalnak az rész, ugyanígy történt, hogy annak idején a polgármesteri önkormányzat adott területet arra, hogy garázsokat építsenek magánszemélyek. Tehát nyitott lennék arra, hogy rendezzük ezt a helyzetet, de egyelőre nem találok olyan tárgyalópartnereket, akik hajlandóak ebbe beszállni és ebbe segíteni. Ebből kifolyólag nem van más lehetősége, mint hogy előbb vagy utóbb, mikor már nem érdekel a népszerűség, azt mondom, hogy kizárni onnan a kocsikat, helyreállítani a forgalmat, a Betlen Gábor út felől, jól mondtam most? Igen. Most már kocsikat akartam mondani. Tehát a Betlen út felől a gépjármű forgalmat le kell zárnunk. És meg kell szüntetni az átjárást. És még annyi helyet se hagynak, már bocsánat, hogy a szavára vágok, hogy legalább ott a járdával párhuzamos vágnak, hogy a beállnak, megnyomásnak kemény, hogy nem lenne sáv. Tudjuk. Az a jó hírem, hogy a műszaki osztályvezetőnek és a vegyében vannak ezek a parkolókocsik, tehát ebbe fog... Így is mindenki szív már. Már mondtam vissza két asztalok is neve. Hát ez válaszol. Tehát a rövid lényeg annyi, hogy megígérem, hogy ebbe fogunk lépni. Annyit hagyj kérek már még, hogy majd Edo, hogy pontosan, hogy a Hörd mit mondott el, hogy majd értelmezzük már a járdának konstrukciónál, hogy négy helyzet. Értem, csak tehát nem fogjuk holnap után megcsinálni, mert az útfelújítások miatt elég sok munkánk van, tehát ilyen május vége, június, ahogy a Juhász Fesztivál engedi, megcsináljuk, de nem holnap. Csináljuk júniusban, hogy nem mondják nekem, hogy ez a kampány volt. Jó. Igenis. Én is szeretnék, csak én az udvar felül szeretném, ha valamit csinálnának. Az úr elalapból bemennek autóval. Így van. Ígértek már nekünk egy kis árkot is, hogy levezetik ott a vizet, meg ígértek. Nem tudom, árok az jó, nem megy át majd a kocsi. Parkolót is szeretnék, mert ott egyszerűen egy nagy dolga. Tehát egyet tudok mondani, a Settingenhelyi, de a minden területen küzdök, tehát hogy ott nagyon sok az ilyen probléma. Ez a garázs erő kis vonon is lenne, vagy nem is mondom. Érted, Edo? A kafé falusz udvara lényegé. Katika, megnézzük, jó? Mert ott már évek óta legalább 6 éve kérünk valamit, hogy legyen. Én tőlem még nem tetszett, kérni. Kértünk, csak mi mindig elmentünk Recskre is. Meg a boltba. Aki nyaralni jár. Most itthon fogunk maradni, és akkor majd meg. Jó, tessék jönni hozzám, és kimegyünk, megnézzük, jó? Hát különben nézték, Farkasanyival már be is mérték. Hétfőn nagyon sok a munka, még kedden normalizálódik, szerdán már nagyon utána megyek, tehát a szerdán csütörtök mint a cikk bemegyek, akkor különben megyek ki, hogy tényleg volt borzasztó. Még egyszer mondom, nézzük meg! Olyan, mint egy darab. Mihály utat a másik közben, tehát az egyik. Hát ez nem például, hogy a muszpály
szabályokat nem lehetne védezni, bezárni, mert ott a hajléktalanoktól ez a kábítószeresség, ott minden van. Látom, de ha meg nincs van, akkor az a kábítószeresség. Ilyenkor már kérünk bevenni hátul, mert akkor tudjuk, hogy a kábítószeresség. Nem beszélve arról, hogy azt a rengeteg szemetet Ezek azok a döntések, amelyekben nagyon nehéz emberi. Mikor a lakosság egyik része azt mondja, hogy fejlesztjük a biztosítót, és legyen nagyobb, meg jobb, meg elérhető, a másik lesz, hogy zárjuk be az egészet. De én nem úgy gondoltam, hanem, hogy reggel, vagy este bezárni, reggel kizérni. Ezelőtt a régiós pályázatban is úgy volt, aki első úgy üzemben. Nem mi üzemeltetünk. Valami üzemeltetünk. De megígérem, hogy megkérdezem, tessék, hogy sorba legyen ezt nekem, majd valaki ütösse eszembe, és rákérdezünk a valannál, hogy tudunk valamit csinálni. Egész nyáron küzdöttek a kollégáim a hajléktalanokkal. Voltak olyan... Régen volt ilyen technikája az embereknek, nem kellett úgy elvitni, hogy jól beszél, hogy hazajött anyám. A hajléktalanok és babát kérdezze, hazajöttek. Tehát, hogy... De hát már olyan, hogy a klímának levágták a szót, tehát nem fogják tudni a klímát használni, mert a falzatúból levágták, elvitték a menekítőt, na most valaki azt visszahozta, annak megint levágták az arcát, tehát hol az a klímának? Mindenhova lépjük. Egy a lényeg, a sötét mehely után megyünk a sétához. Tehát a buszpályúkban, vagy a... Le vannak vágva a cuccok, rendetlenség van, hajléktalanok. Értem csak. Világos. Na, egyre inkább szabad beszélgetés irányába megy el, aminek nem szeretnék korlátot szabni, tehát én tök szívesen leülök és abba hagyom. Ha nincs semmilyen kérdés. Hát, nem látok kérdést. Van még bárki? Ja. Akkor befejezhetem és leülhetek, és akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nem tudjuk, hogy mi lesz a következő pár hónapban. Én nem fogok ilyeneket szervezni, mert én nem akarok kampányolni, és nem is akarom, hogy ezzel váduljanak, hogy kampányolok. Az a saját személyes meggyőződésem, hogy egy regnáló önkormányzatnak vagy dolgozott annyit, hogy érdemes legyen rászavazni, vagy ilyenkor már a szavak semmit nem érnek, tehát összes többi csak duma. Tehát vagy volt 4,5 év alatt teljesítmény, vagy nem volt, és úgy szeretném nem hülyének nézni a választókat, és azt gondolni, hogyha... Tehát én ha csak lehet kérni fogom a következő hónapokban az ilyen nyilvános szereplőket, mert mindenki ítélje meg úgy, hogy akarja a munkánkat, és döntsön majd Gyurisban, hogy neki tetszik. Én biztos nem fogok kérni senkit, hogy rám szavazzon, meg én nem fogok házba-házba járni, hogy szavazzanak ránk. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de egy biztos, hogy ezeket a munkákat, amiket most megbeszéltünk, az első fél évben végezzük. Még egy utolsó kérdés, igenis. Tervezel vitát? Polgármesteri vitát? Minden esetben kihívók szokták a regnáló vezetőket hívni. Engem, ha bárki elhív bárhova vitázni, bármikor elmegyek bármilyen térre. Tehát tipikusan az az, hogy bárhol, bármikor, bárkivel leállok vitázni, hogy mi az, amit hibáztam, mi az, amit jól csináltam, mi az, amit másképp kellett volna, de nem elegáns nekem ilyet szervezni. Egyelőre egy jelöltről tudunk, aki polgármesterként elindul. Én örülnék neki, hogyha hívna vitázni, készséggel, örömmel kiállok, de nem nagyon szép dolog nekem felállni ezt, tehát hogy... Tehát, hogy ezt nem szokta a legnáló hatalmunkat felélni, tehát... Akkor még egyszer nagyon köszönöm a figyelmet, meg nagyon szépen köszönöm.